Sziasztok! Indítsuk el még egyszer az itót, úgyhogy nem profázunk bele. Nem, jó. Bár csak így fog feltöltődni, hogy azt már vissza fogom tölteni. Köszönjük, Dóra, hogy szóltál. Szia, hát, Dóri! Ilyen kell. Nem is tudom már, mit beszéltük, pedig nagyon fontos volt, én tudom, és megismételhetetlen mondtunk itt hang nélkül. Én megismételhetetlen, mert semmi értelme nem. Igazából nem. Két nagy dolog van, az egyik az, hogy ez a 12. adás, tehát mondjuk azt, hogy egy éves. Hát ez az adás sorozatunk, a klasszikusok újra nézve, gyakorlatilag egy évvel ezelőtt indult. Pontosan, nem. Napra pontosan. Egy éve ismerik egymást ezzel a fiúval. Ez nem igazi, de... Jó, egy év, egy hónap. Na egy jó, hónap. Az a baj, mindig minél többet mondasz, annál kevésbé lesz igaz. De a lényeg, hogy tortát nem hoztunk. Viszont konkrét filmet se hoztunk. Ugye erről beszéltünk már az előzőkben, hogy nem... Hát akkor hogy mondjuk ezt szépen? Tehát nem szeretnék egy valakit ebből a gyönyör kosárból kiemelni. Kosor. Nagyon sokan szídják, nagyon sokan megalázzák, bántják, tapossák, mondjál még szinonimát. Alázzák. Igen. Csesztetik. Rúgdosság, köpködik. Innen már csak csúnyább szavakat tudom. Nem tudom, mire akar kiukadni, de én segítek. Nem, tehát a magyar filmeket nagyon sokan, a legtöbb magyar ismerősöm azt mondja, hogy nem magyar film. Magyar film, meg se nézem. De olyan is van, hogy ilyen marha jó magyar címe van, hogy mit tudom, hogy Control, és az biztos, hogy azt kijátszik benne, láttam ilyen üldözős, mit tudom, hát mondom, Pindrok Csaba, ja, az magyar. Ja, akkor nem kell. Ilyeneket nem nézek, bocs. És már el is hangzott egy filmcím, ami szerintem már azóta ténylegesen klasszikus státuszba tudott emelkedni, tehát erről fog szólni ez a mai műsor, hogy olyan filmekről fogunk beszélni, amik lehet, hogy nem annyira régiek, tehát most nem ilyen 100 éves filmek, de valahol már mégis, ha a magyar filmek tekintetében klasszikusként emlékezünk rájuk. Biztos, hogy rengeteg ilyen cím van nektek is, nekünk is a Talsolyban. Ezeket fogjuk egy kicsit így összeszeregetni. Természetesen a csetelőktől nagyon-nagyon szívesen fogadjuk a különböző filmcímeket. Lehet ez nagyon régi, lehet ez nem annyira régi, de olyan, ami már azért úgy említesz meg, hogy na, tényleg már egy klasszikus státuszba emelkedett, most nem műfaját tekintve, nem kosztümös film, meg nem izé, bármilyen akciófilm, bármi lehet, amit már tudod, hogy meglátod a plakátját, és már tudod, hogy ez. Illetve ez. Várnánk egy olyan megfogalmazást is tőletek, írásban, vagy hangban, kiabáljatok hát, ha meghalljuk, hogy szerintetek mi az, hogy klasszikus film. Itt most már 12. alkalommal ülünk itt, és mondjuk azt, hogy megfejtjük a klasszikus filmeket, de mi is az, hogy klasszikus film? Tehát mi számít? Kinek mi számít klasszikus film? Neked mi számít klasszikus filmnek? Igen, érdekes, a köznyelvben ezt a klasszikus szót, ezt használjuk most nem csak filmben, hanem bármire, így elég könnyedén oda tudjuk tenni, hogy egy viccre, ez már klasszikus, egy zenére, klasszikus zene nyilván az megint máspól, az ténylegesen egy műfaj. De filmben mit jelent az, hogy klasszikus? Arról nem beszélve, hogy azért mondjuk el, aki nem jött rá, tehát hogy mind a ketten már túl vagyunk a 4. X-en, ami azt jelenti, hogy van mögöttünk egy generáció, tehát nekünk klasszikusnak számít. Mi is klasszikusok számít, vagyunk. Igen, például. Tehát az ilyen sokáig elállunk. Tehát, szarkofág. Tehát lehet, hogy nekünk klasszikus, és akkor már egy nem gyereknek számító 20 éves azt mondja, hogy ne viccel, nem is hallottam róla. Tehát neki nem, hogy nem klasszikus, még csak nem is hallott róla, vagy azért már, mert mondjuk már több mint 20 éves a film, vagy akár 30-40 éves. És képzeljétek el, hogyha a Kontrollról beszélünk, ahogyha ezt említettük már. Tehát az is egy lassan 20 éves film, tehát gyakorlatilag felnőtt egy generáció. Azóta értelemszerűen a Kontrollt nem remékelték, nem kezdték el újra nyomatni, nem lettek új reklámjai, még hogyha a Film Pluszon vagy valamelyik ilyen, nem tudom, hogy mondjam, milyen jelzőt használják ezekre a csatornákra, tehát ilyen... Nagy kaliberű. Nem bántani akar, mindig bánt. Nagy kaliberű, hát most nem, nagy kaliberű, az miért bántó? Úgy értettem, hogy ilyen, tehát a legtöbb ilyen filmet ezeken a Film Plusz, meg most nagy kaliberű. Nagy kaliberű csatornákon lehet újra nézni. A DVD-s dobozban tudod. Igen, vagy DVD-ben. Áruházakban 50 forintért. Igen, vagy adják a műzli mellé, vagy nem tudom most Blikbe már. Volt egy időben ez a papír, nekem van is ott egy csomó ilyen papír, tokos DVD, igen, vagy abban a formában. Minimál, igen. Minimál. 350 forintért. 400 volt a Blik. Igen, csak vidd el, basz. Igen. Szóval a lényeg, hogy mindenkinek más jelent a klasszikus. Nekünk,
Sunnyval beszélgettünk erről. Nem akarunk visszamenni, bár nem tudom az én gyerekkorom, hogyha most nagyon klasszikusról beszélünk, akkor volt a Tüskevár. Igen, mondjuk az már akkor is régi film, az is egy régebbi film volt, mert az nem is tudom mikor lehet egyébként. Ezt most pont nem néztem meg, viszont azt tudom, hogy 2012-ben újra forgatták. Volt belőle egy modernizált sorozat. Mondjuk azt, hogy próbálkoztak vele, nem láttam, viszont elolvastam a kritikákat, megnéztem az előzetest, és nagyon-nagyon-nagyon lehúzzák. Kicsit erőltetett volt az. Igen, tehát picit olyan volt, hogy mint hogyha a Körhintát most újra forgatnák, tudod? Tehát, hogy nem lehet mindent újra forgatni. Nem is biztos, hogy van értelme. Tehát nem most is biztos, ha egy sztorit tudsz modernizálni, egy picit átültetni a mai korba is, ahogy ez majd erről is lesznek példák, akkor oké. Okay. De az, hogy most ugyanazt megcsináld megint képről képre, most egy Tüskevárnál tök jó egy ifjúsági regény, ugye alapvetően tinédzserekről szól, az öregről szól, a mindenkiről, azt most még egyszer csak max leforgatni tudod. Igen. Tehát igen. Azt jó áthelyezed egy mai korba, akkor az meg nem Tüskevár lesz. Igen. Tehát ennyi, igen. Hogy... Mai műsorra felkészülésem során belenéztem olyan podcastekbe, illetve elemzésekbe, ami a magyar filmekkel foglalkozik, bármi meglepő. Wow. Már nem az, hogy belenéztem, hanem hogy ez volt a téma. Norbi, jár a taps. Belenézett. Bocsánat. A Szöcske... Szöcske. A Szöcske alternatív felhasználásának a videóit is nézegethettem volna, de akkor nem ebbe a műsorban beszél. Láttad. De igen, majd elmondom műsoron kívül. Szóval ott egy fiatalember, nincs jelentőség, hogy ki vagy miért, az elmúlt 10 évből vett egy-egy filmet és osztályozta. Évente? Lebontva? 2010-től. Től minden évben egyet. Napjainkig, igen. Nagyon furcsa volt, mert ő elmondta, hogy ezt ő választotta ki az év szerinte legérdekesebb filmjét, és mindegyiket osztályozta 1-től 10-ig érdekes módon egyik se kapott több mint 7 pontot. Nem is ez volt a lényeg. Tehát hanem... az általa legjobbnak választott film se kapott 7 pontnál többet. Így van. Az nagy szórás. És itt is belefutottam a Tüskevárba, és érdekes volt hallani azt, hogy hát mondta is, 31 vagy 32 éves a srác, nem akarom bántani, és név nélkül nincs is értelme, de a lényeg az, hogy kicsit olyan megnyilvánulásai voltak, mint egy 15 évesnek. Tehát, hogy minden, az összes film, de az összes filmet unalmasnak, hosszúnak, hosszú snittesnek, gagyinak érezte. És valahogy azt éreztem, hogy mi a fenér kell neked ezekről beszélni, hogyha unod az egészet. És pont itt ötlött a szemembe, a fülembe, hogy a Tüskevárnál azt mondja, hogy így nagyon hosszan mutatták a tájat, és hogy volt, hogy percekig mutatták, hogy horgászik a Matula bácsi. Gyereket lekötözni, most egy Tarvéla filmet megnézetnék vele, mondjuk egy sátántangó. Szerintem igen, a felénél meghalna. Hát főleg, hogy 7,5 óra a film. Igen. De hogy ezt így nem értettem, hogy miért ezt választottad ki? És az összes filmnél gyakorlatilag csak a bátás volt. Az a baj, hogy nagyon sok emberben a tudatában már kilökődik az, hogy magyar film, csak mondjuk akkor tényleg mi a francia beszél róla, de egyébként nem hiszem el, és tényleg bárki bármilyen magyar film utáló, hogy nem akadt össze legalább egy a magyar film életében, ami azt mondta, hogy amúgy ez meg jó volt. Na, mert és akkor... lesznek olyan címek, biztos igen, vagyok benne. Igen, ezt akartam mondani, hogy most ezt szeretnénk megcáfolni, hogy nincsen jó magyar film. Ez nem igaz. Fogunk jó néhány címet mondani. Én tudok egyet. Én többet is tudok. Sőt, olyat is fogok mondani, amit nem fogtok porosnak érezni. Mert hogyha mondjuk most 10-20 évesek megnézik ezt az adást, akkor lehet, hogy tényleg azt fogják mondani, hogy a Control című film, ami most már annyira kellemetlen, hogy nem tudom, hogy mikor készült. Nekem még megvan DVD-n is bizony. Akkor is annyira jónak találtam, hogy megvettem. Mondjuk érdekes, mert pont majd arra a film, hogyha beszélünk, az nekem annak egy része nagyon tetszett, egy része már nagyon elvont volt, azt majd tudod, ebbe gondolom egyet fogunk kérdezni, hogy az teljesen két része tagolható film. Viszont az akkori kor legbestofabb színészeivel, meg majd napig ismert színészeivel játszolott, amint azért lehetett röhögni. És ha valaki csak röhögni akar, az is tudott rajta. Így van. Ugye Antal Nimród első filmjéről beszélünk, a debütáló, aki azóta azért már Hollywoodban is letette a névjegyét, sőt a legújabb Liam Neeson filmet is ő rendezte, a Megtorlást, hogyha valaki esetleg ezt nem tudta volna. És akkor egy pici kikacsintás, jó? Tehát
Liam Neeson, bocsánat. Én mindig Liamnak mondtam. Hát, nem fentesektől tudom, hogy Liam Neeson. Szerintem most tudta meg 5 év után. A Neeson bácsi, igen? Képzeljétek el, hogy Berlinben fordatott, nem is annyira, hát mondjuk már lassan másfél, vagy mikor? Egy éve, bő egy éve, és most került a mozikba az a nem annyira jól sikerült film, aminek ő a főszereplő, és van benne egy nagyon érdekes mellékszereplő. Ez most a megtorlás? Akkor Márkus Lucára gondolsz. Márkus Luca. Nem láttam a filmet még. Márkus Luca, hajdúsági. Ezt, ezt, igen, igen. Ezt azért mondom ilyen félve, mert csináltam vele interjút. Jövő hét után, hogyha valakit érdekel, akkor nézze meg. Rivaldán innen műsorban 30 percen keresztül beszélgettek Márkus Lucával. Egy tünemény az a lány. Komolyan mondom, innen is csókoltatom. Annyira jót beszélgettem vele, és mind színészileg, mind... Hogyha nem tudnánk ki az a Márkus Luca, akkor keressetek rá, biztos, hogy találkoztatok már vele, ugyanis játszotta olyan dolgokba is, mint a Csak színház és más semmi, az egy magyar sorozat. Is volt talán? A Besugóba benne volt. Igen, a Blokád című filmben, ami ugye a 89, bocsánat, igen. Hát a taxis blokádnak a feldolgozása. Történet, abba is benne volt, és olyan általam annyira nem kedvelt napi sorozatokba is, mint az Én kis falum és hasonló dolgok. Nem Mi kis falunk az? Én nem tudom, mert nem láttam én sem még, de én akarom azt nézni, mert mindenki kicsit jól. Ilyen napi nap. Napi nap. Sok. Igen. Tehát ilyen, hogy mondják ezeknek? Tehát napi sorozat. Hát az. Teljesen az. Mindegy. Luca hosszan beszél arról, hogy mennyire más ez a világ, mint a nagy filmeknek a forgatási helyszíne, meg mindene. Nagyon érdekes a beszélgetés, tényleg majd nézzétek meg, Luca, imádunk. És ugyanúgy egyébként, ahogy említettem, hajdúsági, ezért is szeretjük, meg a színészi játékáért, és nem feltétlenül a szín... Bocsánat, nem feltétlenül a színéért. Nem feltétlenül a filmekben, hanem a színpadon is. No, jó. Egy kis kitekintés volt ez, de egyébként ugye nagyon sok hollywoodi filmnek van, most csak zárójelben a magyar vonatkozása, most már egyre több filmet forgatnak, ugye Andy Vajna már elkezdte ezt a projektet, meg most is olvastam egy cikket, hogy ez folytatódik, és nagyon-nagyon sok nagy produkció próbálnak ide csalni hazánkba, szóval szinte napi szinten lehet most már összefutni nagy sztárokkal Budapesten, igen, főleg. Igen. Budapest, ami a legkönnyebben lesz, Moszkva, vagy Párizs, vagy bármi, Prága, bármi. Budapestet sokat... nagyon ritkán játszani. Igen, nagyon sok. De vannak olyan filmek, ugye, most amerikai filmeket nem kezdünk el fölemlegetni, ami kifejezetten ugye Budapesten játszódnak, és Budapest, tehát hogy... Ténylegesen Budapestet tényleg is játszanak. Szerintem lefagytunk. Miért? Ja, nem. Lefagytunk? Dóra úgy is szólna nekünk, ő mindig olyan cuki, és mindig szól, bármi baj van. És Dóra egyébként érdekesen fogalmazta, amikor még feltetted a kérdést, hogy mi a klasszikus, hogy neki mindenképpen maradandó élmény kell, hogy legyen a filmnek, és ugye hát nyilván nem új film. Tehát ugye ez egy, most felteszem a kérdést, az, hogy klasszikus, az egy objektív vagy egy szubjektív fogalom? Ténylegesen van olyan film, ami klasszikus, mert az, vagy csak ami nekem klasszikus? Nekem az már klasszikus, mert nekem most akár legyen a kontroll, hogy még nem menjünk tovább a címekkel. Ki dönti el azt, hogy az a film klasszikus-e vagy nem? Én nem gondoltam, hogy ilyen filozófiai kérdésekbe is bele fogunk menni, és erre jöttem rá, hogy lehet, hogy ide még egy jelző szükséges lenne. Tehát klasszikus horrorfilm, klasszikus thriller, klasszikus magyar film. Ja, igen, ezt nem gondoltam. Ez a műsor címe, nem. Klasszikus magyar film az szerintem az én megfogalmazásomban az, ami mondjuk, hogy az átlag emberek 10-es listáján legalább egy helyen szerepel. Tehát ha 10 embert megkérdezel, akkor mind a 10-nek a top 10-ében valahol elhelyezkedik. Tehát tudja, hogy miről van szó. Tudja, miről nem van csak szó. Így felületesen, nem csak arról van szó, hogy jó, láttam már olyat, aki hallott róla, hanem aki, igen, az egy ez meg ez, de lehet, hogy nem tetszett neki, de attól még tudja, igen, hogy létező dologról van szó. Például akkor neked van ilyen, hogyha egyet kell mondani csak? Mire gondolsz, film? Aha. Magyar. Hát sok van, de most... Egy, amire azt mondod, hogy tényleg ez. Figyelj, szerintem, és csak felvezetem egy mondattal, nálam attól is klasszikus egy film, hogyha ha tudsz belőle idézni, ha eszedbe jutnak snittek belőle, tehát hogyha egy kicsit úgy előre jön, akkor szerintem az Üvegtigris például nálam az, ami
most tök mindegy, hogy első, második, harmadik rész, amikor a harmadik rész az... Nem mindegy. Nálam az üvegtigris az üvegtigris. Jó, kész. De most te az a lényeg, hogy az üvegtigris például nálam a klasszikus státuszba lépett abszolút. Pont az a film, ami nem szól semmiről, nincs semmi sztória, mégis úgy leköt a televízió elé, vagy a mozivászon elé annó, és olyan aranyköpések vannak, amit mai napig is tolunk napi szinten. Csapjunk bele. Csapjunk bele. Balogh Lászlót köszöntjük nagyon sok szeretettel. Kaptunk egy címet Pogány Madonna. Szóba fog kerülni ugye az Ötvös Csöpi nagy négyesének az egyik darabja, mert ott is csak azt a nagy négyes vizsgáljuk, ott a többi zsaruvér és csigavér az már nem. De bocsánat, mindenképpen szóba kerül. Köszönjük. Tehát üvegtigris. Akkor legyen az üvegtigris. Hát ahogy Szani fölvezette, gyakorlatilag nagyon őszinte leszek, nem tudom, miről szól. Tehát egy olyan görbetükör, ami nem is görbetükör. Tehát a vidéki sanzon gyakorlatilag elmegy az ember, és ugyanezekkel a karakterekkel találkozik. Ugyanúgy megvan az örökké vállalkozó, ugyanúgy megvan az örökké vesztes, ugyanúgy megvan az örökké részeg, az örökké... A nagy menő, a jó döntést képtelen hozni ember, és ez is megvan a Sanyi. Megvan a Sanyi. Aki a baráti társaságnak mindig a bolondja, úgymond. Ott minden baráti társaságban van egy bolond. Igen. És... A mélyekben én nem találtam egyet, se tehát én vagyok az állítólat. Tehát ezek leképezik a társadalmat. Egy olyan filmről beszélünk, aminek, ahogy Szani is említette, rengeteg jelenetét újra játsszuk, újra mondjuk folyton. Egy csomó olyan beköpés van, ami már klasszikussá vált. Hát például a vasárnapi adásban, ugye, amikor mondtam, hogy nincs jogosítványom, mert beszéltük az Xboxról, Tobi egyből bereagálta. Xboxom van, nincs jogsim, és ne legyek kemény. Ugye ez is a tipikus üvegtig is, ez csak is. Pedig teljesen, tehát ugye nem ezt mondja, tehát hogy... Csak rá tudod húzni. Persze. Ez még klasszikusabb, persze, még durvább. Persze, tehát persze. Ez, hogy már nem csak idézel belőle, hanem ha csak átfogalmazod, is tudod, hogy miről van szó, hogy ki mondta meg, hogy hogyan mondta. Így van. Na, ez szerintem egy tök jó alátámasztása ennek az állításnak. Mesélj! Nincs mese. Hozok sört, akkor van. Az már a második rész volt, ha jól tudom, de azt imádtam nagyon. Igen, tehát hogy vannak olyan üvegtigris. Hogyha a mai magyar társadalom tükre az állam, a kisember, aki nagy ember szeretne lenni. Összefoglalva, köszönjük szépen Balogh László. Igen, abszolút igazad van. Bár remélem, ezt nem a Pogány Madonnához írtad. Hát nem, ezt most az üvegtigris, ugye hát eleve Rudolf Péter karaktere, aki viszont se nem hülye, ő egy kicsit úgy az átlag, abban a baráti társaságban, de ő tényleg próbál, ha nem is kitörni, de legalább talpon maradni, ezek a hülyék meg teljesen leépítik szellemileg gyakorlatilag. Igen. Ha Rudolf Péterről van szó, akkor nekem elengedhetetlen mindig, hogy hozzátegyem, amit én nagyon-nagyon szeretek, és engedjétek meg, hogy elrugaszkodjunk egy picit a filmektől, az a Beugró című sorozat. Hogyha nem tudná valaki, hogy miről van szó, egy improvizációs játék, színpadi játékról van szó, ahol csak a nagyon jó színészek maradnak talpon, tehát higgyétek el nekem, én láttam ezt, elnézést név nélkül mondom, de no-name színészek elkezdték ezt csinálni, és borzasztó volt. Hát Amerikában nagy divatja van, ezt próbálták Magyarországba húzni. Igen, csak és ott iszonyat ott jó lett, persze, hogy Rudolf Péterék nyúltak hozzá. Igen. Tehát itt ugye arról van szó, hogy 3-4 színész random, illetve improvizatíve kell jeleneteket előadjanak. Ezt gyönyörűen felépítették már, ugye Kállai Molnár Péter is. Szabó Győző volt benne, Pokornilia. Hát az volt a klasszikus. És le is viheted a hangsúlyt. Hát ott utána volt egy-két vendégszínész, akikkel szintén nem volt ez rossz ez a műsor. Na, belevett a tárba egy bogár. Húsos tea. Azt nem mondta, hogy nem kérdez bele. De hogy ez borzasztó jól sikerül, hogyha valaki még nem találkozott vele, akkor kérlek szépen, tényleg tegyétek meg. Utólag is rohadt jól élvezhető. Igen, nagyon vicces. Nagyon egyáltalán jó. Nem. Tehát bármikor elkezdheted. Volt rengeteg rész ennek. Beugró plusz, meg minden. Tehát... És ott még ráadásul kategorizálva is voltak, hogy ott voltak. Ugye Novák Péter volt a műsorvezetője nagyon sokáig, és hogy... szerintem végig. Igen, ő is egyébként egy zseniális színészettől függetlenül, bár ő ott nem színészként szerepel. De pont az volt benne a jó, hogy mindig tudtad, hogy na most itt a Brim, meg a ilyen szituáció, akkor mit a Kameleon, hogy akkor egymás stílusát kellett felvenni, vagy amikor váltották egymás érzelmeket. Rohadt szórakoztató, és itt látszott, hogy ki mekkora színész, hogy mennyire bele tudott simulni ezekbe a dolgokba. Igen. És megint egy kikacsintás, egy picit, megint a Rivaldán innen című műsoron, bocsássatok meg, Kállai Molnár Péterrel is
volt lehetőségem beszélgetni, és ő is ezt hosszan taglalja, hogy mennyire imádták. Tehát, hogy micsoda örömjáték volt ezt csinálni, mert nem játszottak. Igen, de nem úgy mentél oda, hogy tudtad, hogy na most aznap ezt meg ezt forgatjuk, mint ahogy mondjuk elmegy egy filmforgatás, hanem... Tehát nem színészként vannak a... Hogy fogalmazok, hogyha valaki nem tudja, miről van szó. Tehát színészek vannak a színpadon, de azok a röhögések, azok a improvizációk, azok annyira emberiek. Ők nem megjátszák magukat, hanem azok hát így van. Húsvér. Ott születik az összes jelenet. Igen, és az összes poén is ilyenkor jön elő, akár Szabó Győzőből is, hogy mekkora egy humor herold. És Szabó Győzővel kérlek szépen lovagoljunk át egy olyan filmre, amiről nem beszéltünk, nem beszéltük meg, hogy beszélni fogunk róla. Ez nekem is új lesz, várom, és... Tudnék sok filmet mondani tőle, na, csak mondjad. Melyikre gondolsz vajon? Ahogyha azt mondod, hogy nem beöltözős filmet szeretnél, akkor... Akkor legyen beöltözős. Nem. Magyarván, nem. Majdnem. Hát félek, Szabó Győző, nyilván, hogyha most a klasszikusokat nézem, és az új nyilván a... Most mindenkinek a toxikóma jutott eszébe, hogy róla szólt film, ennyire legendás, hogy már írtak is róla, de amiben ő szerepelt, és nekem egyből eszembe jut, ez a Valami Amerika. Nekem. Most a Magyar Vándort akartam mondani. Hát a Magyar Vándor, mint kosztüm, és azt mondtad, ne kosztümös mondjak. De azzal kezdtem, hogy nagy. Ja, hát a Magyar Vándor is, igen. Hát két mondatot azért ejtsünk. Herendi Gábor filmje egyébként, akin egy zseniális rendezőnek tartok magyar viszonylatban nagyon. Sok klasszikus kötődik a nevéhez, hogy így mondjam. De a Magyar Vándor az talán egy kicsit kikacsintás volt. Ez egy felfoghatjuk paródia filmnek, felfoghatjuk egy kicsit ilyen primitívebb történelmi tanmesének is egyébként viccesen előadva. De majd olyan elmondja, hogy mi az. Nem, igazából őszinte leszek, ez egy ástam neked egy kis árkot, és kíváncsi voltam, hogy belesétálsz-e, beleesel-e. Beleestem? Nem, mert kitértél a válaszadás elől. Én se tudom ezt be... Tehát, hogyha valaki nem látta a Magyar Vándort, akkor nem tudom, hogy tudná bekategorizálni. Őszinte leszek, képzeljétek el, ma azt hallottam, hogy annyi, vannak ilyen kifejezések, ami már nagyon gáz. Az egyik, az őszinte leszek, a másik a szia uram, és hasonlók. A harmadik a meg kell, hogy mondjam, tehát ez egy ilyen töltelék dolgok. De én most tényleg őszintén mondom, hogy, és nem bántásképpen, mert láttam a Magyar Vándor 3-szor vagy 4-szer, de nem egy olyan jó film. Tehát vannak benne poénok, és úgy érzed, hogy de azokon meg szakadsz. Igen, de van a 80%-a összefüggésében nincs egyben. Hogy nagyon erőltetett. Igen, tehát, igazából ma, ha megnézed eleve a vázát a filmnek, ugye a hét vezér útra kell, és a történelem folyamán ők, de tényleg az őkorukból elindulva a mai kor felé a foci feltalálása úgy egyáltalán mindenen keresztül hoz helyzetkomikumokat. Nekem a best of mikor Korda Gyuri Beatrixet énekel, az szerintem a legdurvább oda ver abban a filmbe, mikor ez akkor tudom, a közösség Gyuri így néz, mint az állat. Szerintem kurva jól elkapta azokat a kis pici poénokat, amikre emlékszel, viszont egyben a film nekem valóban nem hoz úgy semmit. Viszont a végén ugye a Broly és Ádám dalab az otthon itt van, az meg attól a klasszikus ez a dal, ettől a filmtől. Mikor ott ülnek a hídon, a hét vezér, és így nézegetnek lefele, nézik. Tehát kicsit tudod mi ez? Egy kis görbetükör talán, és most esküszöm felállt a szöve, mert olyan okosat mondok, hogy kicsit nekem a hét vezér mit szólna ahhoz, ha itt lennének ma, hogy mi lett ebből, amit ők nem ennek szántak szerintem, és annyira látszik a végén, hogy ott lógatják a lábukat a hídról, és nézik. Nézik ha lógatják a lábukat a hídról, nekem meg tudod, mi jut eszembe? Deadpool. De ők ugyanezt csinálják, és így néznek le, és ez lett ebből. Tehát nekem kicsit egy ilyen fika. Kicsit ilyen elszomorítottál ezzel, nem feltétlenül erre gondoltam. De nem erről szól. Van az a kategória, őszinte leszek. Őszinte leszek. Látja lelkem. Szia, uram. Soha nem csináltam ilyet, de tényleg nézek a kamerát, mind a három kamerát. Nem csináltam még ilyet. Nem csinált még ilyet. De tényleg nem. Nem. Tehát, hogy leülsz a haverokkal, és tényleg az a cél, hogy berugsz, és közben röhögsz egy hülye filmet. Tehát, mint a horrorra akadva, vagy nem tudom, bármi olyan film, ami tényleg erőltetett poénokkal van, már szinte trash, sőt, már kényelmetlenül érzed magad, hogy szar, bocsánat, de már nagyon jó a hangulatotok, mert nem vagytok szomjasak, és akkor úgy végig röhögitek, nem röhögitek, végig
vihogjátok. Tudod? Ez, hogy ez is de Magyar Vándor az erre pont alkalmas szerintem. Ezt akartam mondani, tehát ez abban a kategóriában egy jó vígjáték, biztos, hogy nem ilyen. Hirtelen így gondolkodtam, hogy milyen egy jó vígjáték. De nekem van egy kis párhuzam az Üvegtigrissel amúgy, hogy ott sincs sztori, ott is csak az Üvegtigris vagy jobban egybeállt, meg hétköznapi volt, meg ember közelibb. Na most akkor legyünk őszintén mind a ketten. Legyünk őszintén. Az Üvegtigris sztori nélküli katyvasz. De úgy egyben van. Megint mondom, a karakterek teszik egyé ezt az egészet, és mindegyiknek a helyzet komikuma, a személyes komikuma, nyüge, baja, bánata, kínja, mert hát annyi emberi fájdalom van abban a filmben, ami egy idő után összeáll egy olyanná, hogy ősz tényleg, és rögtök. Tehát, hogy így... Bocs, nem némítottam le. No, tehát Szabó Győző, ugye ki is emeltünk egy olyan... A toxikóma ilyen szempontból tényleg egy mondatot, ami egyáltalán nem klasszikus, viszont hogyha már Sunny említette, hogyha valaki nem látta, akkor Szabó Győző és Csernus Imre, tehát ugye, hogyha valaki nem tudná, a pszichológus, pszichiáternek a közös munkája konkrétan. Egyikük se játszik a filmben, tehát ne ijedjetek meg. Viszont egy igaz történet. Tehát Szabó Győzőnek a drogról való sikeres és sikertelen leszokását mutatja be Csernus Imre segítségével. Így van, egyébként ezt ő írta, ez egy olyan rajzi legény volt, hogy otthon is ebből készült, és csak hogy ekkora átkötés. Ugye Szabó Győző nagyon-nagyon csúnyán belecsúszott ebbe a heroinista korszakba, ő tényleg nagyon-nagyon durván drogos volt, viszont kapott egy lehetőséget, mégpedig Herendi Gábortól, hogy az ő segítségével, Herendi Gábor nagyon sokat segített neki ebben, az ő segítségével, hogyha meg tud szabadulni ettől, akkor megkaphatja a főszerepet a következő készülő, mára-már klasszikussá vált filmben, illetve most már filmtrilógiában, sőt, tévésorozat is készül ebből a bizonyos remekműből, és akkor eljutottunk oda, hogy valami Amerika. Tehát Szabó Győző ennek a filmnek köszönhetően lett tiszta újra, és talán lett az a színész, az a nagy színész, mert én kimondhatjuk, hogy egy nagy színészről beszélünk, mert tényleg egy zseniális, akár csak a beugróban is láthattuk, hogy azért nem egy béna valaki. Szóval ennek a momentumnak, amit a toxikómában láthatunk, köszönhetjük, hogy ő ott lett a filmvászon, és úgy gondolom, hogy az ő karaktere is kellett ahhoz, hogy ez a Valami Amerika sorozat ez klasszikussá váljon, és ez nem veszel a többiek szerepéből semmit. De szerintem az is egy nagyon jól sikerült cucc volt. Bár pont az első rész az, amit én annyira nem szerettem, viszont a többit nagyon jól rátették. Na figyelj! Nem akarok hazudni, nem tudom milyen évet írunk. Most? Anyámnak, igen. Segítsen! Annyira bejött ez az Ice Tea, hogy második 2020 mennyi van. Képzeld el, hogy nagynéném, Isten nyugosztalja, már nem él, Kaposváron élt. És eljött egyszer hozzánk, ez tényleg nagyon régen volt, és anyámmal meg akarta nézetni a Valami Amerikát. Azt mondta, ezt látni kell, teljesen mindegy, hogy... És elment, és megvette a Valami Amerika DVD-t, micsodát, VHS-t, és hogy ezt meg kell nézni. De mondta anyám, hogy jó, csak nincsen lejátszom. Elment és vett egy lejátszót. Csak a Valami Amerika miatt. Csak azért, mert ennyire szerette. Vannak olyan filmek, tehát hogyha most őt kérdeznénk meg, akkor biztos a top 5-ben benne lenne neki. Ez mindig furcsa, látod, mindig visszajön ez a kérdés. Valószínűleg, hogyha valamilyen hatással van rád, valami megfog benne, akár fölismered magad valamelyik karakterbe, vagy ott az élethelyzetbe, amiben játszódik az egész, akkor te azt mondod, hogy ez nekem bejön, és... Hogyha klasszikusokról van szó, megint egy zárójel, a feleségem például a Hab című filmet tudja megnézni akárhányszor. Hogyha magyar filmről van szó, azt imádja. És az nem klasszikus, elnézést, megint kikacsingattunk, nézzétek el. Na, én nem tudom, mi az, megmondom őszintén, azért nézek ilyen után. Na, az egy komédiának íródott nagyon jó kis limonádé. Tehát, hogy szerethető, egyszer mindenképpen nézzétek meg. Akkor majd ez is klasszikus lesz. Hát 20 év múlva, az 20 év múlva, arról is fogunk is beszélgetni. De a Valami Amerika Sunnyval ellentétben nekem viszont egy részes. Tehát én úgy éreztem a második résznél, hogy hát ez ilyen... Nekem az a csúcs a második. Nekem ez olyan volt, hogy hát húzzunk le még egy bőrt róla. A harmadikat pedig úgy néztem meg, hogy
hogy három részletbe, mert már annyira lerágacsonnak éreztem. Az első részt azt én megnézem még most is, hogyha gondolod, úgyhogy várjál. Akkor megvállak, addig én beszélek. Nem, nekem az első rész ugye még, nyilván láttam azt is, hogy kétszer-háromszor olyan, tetszett, jó volt minden, nekem a második rész az, hogy behozták ugye Balának a karakterét, ugye egy kicsit már ezt a gangster szállat, az nekem annyira felrúgta ezt az egészet. A harmadik egy kicsit paródiája lett önmagának, ezt aláírom. De ettől függetlenül jól működő poénokat, kicsit talán már túlhúzott poénokat találtam benne. Nekem a második rész, mind az, amit a színpadra állítanak darabot, annak a zenei betétei is tökéletesen jók voltak, nagyon jól működtek azokkal a színészekkel. Tényleg a Bala karakterét, meg ugye az ő, a Maunika csávó karakterét is annyira jól, ugye Faragó András, annyira jól beleírták, hogy nekem az külön pluszba felrúgta a eddigi főszereplőknek a sztoriát. Mondom, az egy kellemes zenei, vígjátéki vonalon nagyon jól működött. Nekem ahhoz képest az első rész lett egy kicsit lentebb, úgy, mikor azt megláttam. De egyébként nyilván elismerhető együtt a három is, és most néztem, ugye jön a sorozat, még múlt héten nem tudtuk, hogy fognak-e benne szerepelni a jelenlegiből, viszont Azaria leforgatta a klippet, mivel ki más énekelni az új Valami Amerika főcímdalát, mint Azaria, de már mindent ő énekel, és most már elkészült a videóklip, és abban most már kapunk bevágásokat, amíg nem tudjuk, hogy mikor elkészülő Valami Amerika sorozatból, viszont a Bala, Mónika, Túróci Szabi karakter, ezek benne lesznek, tehát ez a vonal meg lesz, valószínűleg a főszereplő testvér triónk az nem lesz benne, mert hiszen egy új testvér hármast kapunk, viszont a Baláék szála az nekem nagyon-nagyon várt téma, szóval érdemes itt, lesz. Itt megint kérdés az, nem tudom mennyi információt tudsz róla, hogy ez most hogy lesz fölépítve. Hogy minisorozatról van szó, vagy kihúzzák a rétestészt. Szerintem RTL Plus-ra készülő streaming sorozat, szerintem ez a tipikus ilyen 6-10 rész, mint ahogy a Király, vagy akármelyik legyen 8-10 rész, és majd eldönt. Én nagyon félek, hogy ennél hosszabb lesz. Hát szerintem egy évad biztos nem lesz hosszabb 10 résznél, szerintem a streamingek ezt már nem vállalják be. Nyilván majd a nézettségtől, meg a visszajelzésektől függően majd nyújtják, mint a rétestésztát. Valószínű. Mivel azt beszéltük, hogy megpróbálunk minél több filmcímet bele suvasztani ebbe a mai napba. Addig jó, míg nem látod a Habot felejthető, írja László. Hát én nem láttam meg. Nyilván Drága László, bocsánat. Tehát én azt mondtam, hogy a feleségem kedvenc. Bocsakodjál. Nem. Tudod, hallottam egyébként, igen. Vissza tudjuk játszani, azt mondtam. Végjátéknak induló limonádé. Minden hölgyet imádok, de azért legyünk őszinték, a hölgyek szeretik az ilyen limonádét. Ez jányfilm. Jányoknak van. Akkor még most a László Lebet, ha még meg is mozdult bennem valami, hogy megnézem, most Laci lebeszéltek, köszi szépen. Mondjuk nem volt terve, megnézem. Jó, dobjuk a következőt. Egy fekete pont. Ein fekete black point. No, mivel megijedt, ez nem volt előre megbeszélve, viszont van egy olyan, hogy Mafab. Ez magyar filmadatbázis. Ugye IMDb magyaroknak? Hát ez igen. IMDb hun. Hát csak annyi, hogy nem, tehát ebben is benne vannak a külföldi filmek is, tehát ez is egy, tehát nem csak magyar filmek vannak benne, ez is összefoglalja, viszont itt jól lehet csoportosítani filmeket, mert vannak így ilyen van, kategóriáik. Így van. Itt is vannak hozzászólások, kommentek, tájékoztató kritikák, tehát úgy jó kis oldal. Viszont a Mafabnak van egy top 100-as magyar filmje. Én, ha megengeditek, csak így mondanék dolgokat. Jó, 1900, az elsőtől megyünk a 100-as felé. Köszi, Laci. Én csak be akartam menteni az idődet. Nem baj, úgyis. Igen, de legalább meg lettem menekültve. Meg? Na, akkor nem tudom, hogy is hallottam róla. Figyelj csak, akkor szemezgethetsz. Mafab, top 100. A Mafabnak a top 100. Magyar. Igen, és visszafelé, tehát az elsőtől kezdjük, mert szerintem annyira nem lesz jó. 1976 az ötödik pecsét. Ez a legjobb, ez Fábri Zoltán, azért azt tegyük hozzá. Jó, hát mondjuk Fábri Zoltán rendezései azért klasszikusak. Latinovics és Márkus László. Csak ez már a klasszikus. Igen, és azért mondom, ennyit szerettem igen. volna. Második helyen a Kis Vuk van. Igen, amúgy nem menjünk el az animációs filmek mellett. Hát menjünk el, mert annyi idő nincs. Már amit úgy értem, hogy csak megemlítés szintjén, hogy azért Dargai Attila, hogy a neve, igen. Az erdőkapitánya, a Vuk, a nagyon-nagyon sok minden a más. A Wolf Kati. A farkas. Okay. Ő volt az első farkas, aki sütni tudtad. Wolf Kati. Ez nem hagyja abba? De. A második helyen 81-ből a Kis Vuk. A harmadik
81-ből a tanú, ugye itt a Bacsó Péter féle tanúról így van, így van. Utána a tizedes meg a többiek, ez, hát ezek a klasszikok, klasszikok. Abigail, ugye ez 78-as, és itt van, amit említett, a Ludas Matyi, az animációs film. Ludas Matyi Szaffi 2, és azt néztük rongyosra annó gyerekkorunkban. De sokkal jobbat mondok, és hogyha poénokról beszélünk, hozzátenném, a legtöbb kommenttel járó film, az a Macskafogó. Hát de az egy nemzetközi siker lett az akkora, tehát az viszont de a magyar filmgyártásnak egy akkora durranása volt, hogy az szerintem az alap, az animációs magyar filmek ős alapja. Egyébként erről szerettünk volna beszélni, legalább ilyen említés szintjén, de jön egy olyan film, ami viszont akár bekerülhetett volna. Ez már a határmesdjén van, hogy nagyon öreg, nem is kell ez nekünk, de azért klasszikus és szeretjük is. Na, kitalálod-e? 1980-at írunk. 80? Igen, Koltai Róbert, Hauman Péter, Bánhidi László, Molnár, hát igen. Piroska. És Olvasztó Imre, gondolom akkor ő is. Indul a Bakterház. Így van, Olvasztó Imre, aki ugye azóta sajnos már nincs közöttünk, ő volt ugye a főszereplő kisfiú, akiről tudod, hogy kapta meg a szerepet? Ez ilyen urbán legend, hogy ilyen iskolákba jártak gyerekszereplőket felkutatni, és valaki oda szólt, hogy fenékbe kell billenteni a rendező bácsit, mert azt kapja meg a szerepet. Ez gondolom, az újságbe rúgta a rendezőt, hogy egyből ki is nézték, hogy annyira életre való, meg annyira az a karakter volt, akit ő neki a filmben alakítani kellett, hogy így kapta meg ezt a szerepet több ezer gyerek közül. Ez nincs meg. Indul a Bakterház. Hát... Ha valaki nem látta, akkor szándékosan mondtam már, nagyon kicsit porosnak érződő, viszont egy érdekes, néha groteszk poénnal ellátott... És abból is idéznek, meg jönnek a mémek a mai napig, tehát rengeteg, az tényleg a klasszikusok klasszikusak. Szerintem nagyon sokan vannak, akik idéznek belőle, vagy látnak belőle ilyen kép mémeket, ha van ilyen... Hát, hogy videó, kis videó részleteket, átszinkronizálva. Nem, még képekről képeket beszélek, is. És nem is tudják, hogy ez abból van. Igen. De haladjunk. 9. a már említett Tüskevár, illetve nem az említett, hanem az eredeti. Ez 67-ben... 67-es születésű ez a film. Nem tudom, azt tudtad, hogy ki rendezte a 76-os Tüskevárt? Ezt a matulásos? Igen. Ez most miért jó, hogy csak az segít már nekem? Van. Ja, nem tudom. Hát... Egyet tippelhetsz. Soha nem fogod kitalálni. 70-valahányba? 76. 76-ba? Hát az nem Antal Nimród volt, az biztos. Fejér Tamás. Tényleg röhögtünk is, tényleg, basszus, mert volt már egy magyar filmes adásunk a srácokkal, és Tominak mondtam is, hogy jó sok filmet rendezte, érte gyökér, mondom, azt nem is mondod. Azt tudni és kell. Amúgy nincs sokoni kapcsolat, csak mondom. Szegény főszereplő, ugye itt Zente Ferenc, és Bánhidi László, Földiteri Kismanyi, Kálai Ferenc, Tüskevár, hát 1967. Ha valaki mondjuk skippelni akarja a kötelező olvasmányt, és nem akarja elolvasni a Tüskevárt, ezt nézze meg. Kötelező olvasmány az még egyáltalán? Nem tudom, hogy azok nem változtak már azóta. A legjobb tudomásom szerint nincs is már ilyen, hogy kötelező olvasmány, hanem erősen ajánlott. Ja, ez... nem akarsz megbukni, hülye gyerek, akkor... PC van. Kemény kalap és krumplior. Ja, ez meg igen, a... Hogy hívják? Hauman Péter, Bánhidi László, Páger Antal, Pásztor Elzsi, Szilágyi István. Szilágyi István, igen, aki. Kérem szépen, ez a 10. helyen van, a Kemény kalap és krumpliort én gyermekkoromban úgy néztem, hát ugye, ahogy említettem, nem, ez se egy új film, de én már akkor is úgy néztem a budapesti gyerekek életét, mint hogyha Los Angelesbe élnének legalábbis, tehát annyira úgymond irigyeltem őket, annyira más volt, hát, mint az én kis vidéki életem. Kemény kalap és krumpliort is ifjúsági filmnek tudnám. Ifjúsági filmekben nagyon jók, tehát már amikor az ilyen 60-as, 70-es, 80-as években nagyon sok ifjúsági film jött. De nagyon sok. Én egyetlen egyet. Nem, nincs. Hát tehát, hogy most akárcsak nincs jó, az meg még régebbi, ugye a Pár utcai fiúk, az egy nagyon-nagyon régi film, sőt abban készült egyébként egy új, szintén, mint a Tüskevárból. 19. helyen van a Pár utcai fiúk, és 68-as. De az már 1930-ban is készült egy film, csak az nem lett annyira ismert. Ez a legismertebb, ez a négy Pár utcai fiúk film van egyébként, nyilván ez lett a legismertebb, és
2000-es évek után csináltak egy remake-et belőle, de az nem nagyon tudott megmozdulni. De csak nézzük ezeket az ifjúsági regényeket, amik arról szóltak, hogy a rossz kisfiú csapatokba verődve ezt csinálják, azt csinálják, azok tényleg annyira felrobták, akár ugye a Pár utcai fiúk, a Kemény kalap, Rubrió, stb. Vagy ha emlékszel, a világ legrosszabb gyereke. Igen, igen. Az már egy kicsit a mi gyerekkorunkból, ugye a kölyök idős srácok, ugye igen. Kovács Robi, stb. Ezek is annyira úgy ültünk le a tévére, hogy ezeket élveztük, imádtuk, mert arról szólt, hogy Budapest, játszótér, a gangosodás, hogy ő a Réka, az nem jöhet ide, meg a tötötő, de ez akkora élmény volt, hogy őrületes. Ezek hiányoznak már szerintem a mai gyerekeknek. Ez ma megint nem lenne PC. Tehát, hogyha nincsen benne a cigány gyerek, meg nincs benne a fekete, meg a... Igen, a meleg, az LMBTQ, a transformátor. Akkor ez már nem mehetne. Tehát, hogy... Igen, no. Mert akkor nem ezzel kellett foglalkozni. Én nem tudom, hogy akkor miért volt kevesebb, de ezt már sokszor beszéltem. Olyan alacsony lettem, leereszkedett a székem. Most nézd, nem kell, így nyugodtan, csak érzem, hogy a lába... De PC akarok lenni. Ja, PC. Szia, no. Csabikám, szia. Figyeltek. Vakáció a halott utcában, ez egy film cím, Laci? Vakáció a halott utcában. Erről nem hallottam még. Vagy így összegezted az eddigi adást? Azt mondjuk megértem. Nem, na, nézzétek, tényleg egy picit még itt belecsapok. Isten hozta őrnagy úr, a 11. Itt van a Safi, amiről beszéltünk, 12. helyen. Azt hányszor láttuk, te jó Isten. 13. helyen a Valahol Európában. Nagy sikerű. Hát mai napig futó musical feldolgozással. És csak a 14. helyen van, az 56-ban készült, ugye az említett Fábri Zoltán film, a Törőcsik Maris Kismanyi, Raksányi Gellért, a Körhinta. Körhinta, így van. A Körhinta, őszinte leszek, a 15. Dökkeseiről nem is hallottam. Arról én sem. 16. Hát az, hogy ez a lista, ez tényleg nagyon Hippolyta a régieket. Lakály, István a király, bocsáss meg, most már tényleg belehúzok. Szerelem, itt van a Pál utcai fiúk 19. helyen. Final Cut. A Final Cut... Az egy horrorfilm volt. Hölgyeim és uraim, nem látom, hogy mikor készült, az a baj, ha rányomok, akkor soha többet nem találom meg. Képzeljétek el, hogy már is megmondom, 256, ha jól emlékszem, erről hallottam egy, olvastam egy kritikát, csak már annyi... Köszönöm, vágom. Nem írja sajnos a leírásba, de nincs is jelentősége. Annyi a lényeg, hogy több mint 200 filmnek a jeleneteit vágták úgy össze, hogy összeáll belőle egy film. Jó, hogy ez ilyen? Ez ilyen. Ja, te erről tudtál? Azért akartad ezt így nézni? Mert én nekem nem ez tök én új. Ezt nézni, én nem tudom, úgy, hanem te tudtad, eddig is tudtad, hogy ez egy ilyen film. Tehát te hallottál már erről, mert én nem. Én amikor néztem ezt top 10-es listát. De összejön egy sztori belőle, tehát értelmes téma sok filmből. Elvileg igen. Nem láttam a filmet, hozzáteszem, csak amit olvastam róla, tehát úgy fogalmazták meg, hogy a filmkedvelők, a filmesek szerelmének a szerelem gyereke. De hát olyanok vannak benne, hogy Tom Cruise-tól kezdve... Ja, nem magyar filmek, hanem mindenből. Minden film, mindenből össze van vágva. Tehát itt nem Csabikám, köszönjük szépen, a Pumukli is nagyon jó, van is magyar vonatkozása, de az nem magyar film, úgymond. Gyerekek, most de hallottam, hogy folytatják a Pumuklit. Nem áll. De. De remélem valami jó horror lesz, azt levérengzi a kicsába. Nem. Ugyanez a hülye, Manau. Nem, teljesen új lesz, és ez volt a nagy hír, hogy megtalálták az új, hogy hívták a bácsit? Édermestert. Edelweiss. Balog László, köszönjük. Vakáció a halott utcában, egy ifjúsági film, 1979, 1:30, Csukás István meséje. Vagy nem, történetek. Nem, nekem ez nincs. Ez nekem nem volt meg, de már most kíváncsi vagyok rá, mert egyébként mai fején is nagyon jól meg tudom nézni ezeket a filmeket, igen, mert tök érdekesek. Igen. Hát és Csukás István meg az szerintem, na. Köszönjük. Na, és akkor még ötöt mondanék, jó, tehát 76-ból az Árvácska, igen. Égigérő fű, erről se hallottam, de érdekel. De már elszívták. Érdekel. Lilium fű, két fél idő a pokolban, ez érdekes, mert ez, ahogy látom, az MTK-ról szól, tehát magyar foci. Megáll az idő az ifjúsági filmekről, hogyha beszélünk, itt az 56-os forradalmat idéző filmről van szó. Jön a klasszikus, a Latinovi Zoltán, a Szimbád. Igen. Tehát Szimbád is olyan, hogy én amikor először találkoztam vele, ha láttatok még jó ízű ebédet, de A-tól Z-ig nem megvágva, nem a csirkét, hanem a film jelenetet. Latinovics úgy eszi,
a csárdában a háromfogásos ételt, hogy most összegyűl a nyálaszámban. Szóval... De van még egy kis kanibál beütés azért Norbinak, azt tudni kell. Igen, igen. Werkmeister, harmóniák, fogalmam sincs, miről van szó. Van a hófehér, ez egy 84-es, ugye a hófehérkének a feldolgozása. Az lesz most is, hál' Istennek. Csak az nem is lesz benne hó meg fehér, de igen. Igen, igen, utána jön a Fekete város, butaságom története, emberek a havason, lovagias ügy. Hát többet szerintem negyedéről nem hallottunk, szerintem meg igen, én sem. Ezek már ugye, ahogy távolodunk a top 10-től egyre. Egyre klasszikusabbak. De várjál, ezt írt fel és egészséges erotika. Igen, egészséges erotika. Ugye az akkoriban volt a szamárköhögés és az Eldorado, ez van, az a korszak volt. És ezek gyerekkoromban mentek nagyon. Utolsóként, hogy nagyon tudjunk átkötni, 1934 meseautó. Mese autóban szíved is felé. És abból készült remake. Ugye ezt is szóba akartuk ejteni, hogy vannak ilyen filmek, amikről elkészítették a 90-es években. Szívesen átkötöttem neked. Erre vártam fél óráért, hogy ezt tudom, a meseautó most már mondja. Hogy valahogy át tudjuk kötni. Igen, ebből készült egy, ebből is, bocsánat, de most hirtelen tudnánk címeket felsorolni, hogy a meseautó, a Hippolyt, a Egy szoknya, egy nagydrág volt még, meg a Cimmerfej. Egy bolond század csinál, ami ilyen, amik kaptak ilyen, úgy kaptak reméket, amiről beszéltünk, hogy a mai korba hülyen ültették ezt be, ugye a Hippolytnál ugye a vállalkozó, ízét, de mégis meghagyva a klasszikus beütéseket. Na várjál, valamire fusson ki ez a dolog. Nem akarsz ebből lemondni semmit? Hát nem, csak azt, hogy a meseautó is egy kicsit ilyen mai cégigazgató, tehát egy kicsit igen, modernizált környezet, igen, de megtartotta valahol az eredeti mondani valót. A mondani valót igen, a minőséget és a stílus nem. Tehát, hogy valahol túlhúzták. Nekem tetszett a Hippolyt, meg a meseautó is a mostani. Nekem ezek DVD-n meg is vannak. Mert adták a Blikhez, de nem. Tényleg ilyen Pepsi felirat, Pepsi reklám, és ott volt a Blikben. Szóval Csabitól kapjuk a címeket, fel fogom olvasni, Csabi, köszönjük szépen. Nem, olvassad, mert igen. Hát, Csabinak kedvence a miniszter, hát felmérés, de gondolom az a miniszter félrelép akar lenni. Ámbár tanárul indul a baktán, sőt, most már kirakom ide is, most már van annyi. De várjál, mert nem tudom, hol kezdődik. Vakáció, a Halott utcában az megvan. Igen, igen, és akkor utána jött a kedvenc filmem, miniszter félrelép. Ámbár tanár úr, indul a bakterház. Ugye itt, fiatalok vagytok, írja Barog László, bár úgy lenne, Lacikám, bár úgy lenne. Ugye a miniszter a miniszter felmérésre, a az miniszter félrelépből nekem megvan Dobókata. Tehát, hogy az... Szerintem legtöbbünknek ő volt meg első körben. Szerintem Dobókatának ott indult el ez a karrier. A bedobáson ő ott azt elintézte. Van még egy Pepsi-t? Hát ott Vajna bácsinak volt éppen a aktuális. Igen, igen. De például a miniszter félrelép szerintem egy teljesen nézhető és én azt se nevezném komédiának, vagy vígjátéknak. Komédia. Tragikomédia, kicsit. Komédia. De egyébként meg tök jól működően Kern András és Koltai páros, egy tök jó kémia volt köztük a filmben. Igen, szerintem igen. Rohadt jól működnek. Igen. Az Ámbár tanár úr, az meg Koltai Robert volt, Indul a bakterházról beszéltünk, Sose halunk meg úgy. Na, az tényleg klasszik. Sose halunk meg a másik klasszik. Koltainak viszont szintén. A Sose halunk meg is egy olyan, hogy hát... hogy mondjam, azt se tudom bekategorizálni. Tehát erős dráma. Hát az tehát, dráma, hogy, igen. Hogy az se az a film, hogy kapcsolgatom a Film Plus-t. Meg vagy ábrezzel a Film Plus-t. Ezt az egy csatornát ismerem. Ja, csak mondanám, itt felettünk van hely a szponzoroknak, a Film Plus-nak is elfelogolja, bár szerintem ezek után nem... Itt ebbe a LED-be bele, a spotba. Így forog majd egy Film Plus logó. Tehát... abból nekem mindig egy jelenet van meg, ahogy mennek ott a lovaskocsi, vagy nem tudom min, és nagy szomorúan, azt sem tudom, hogy mi történik. Jó, ez nem egy vígjáték alapvetően. Oké, csak mondom még egyszer, hogy kevés olyan film van, most magyar vagy bármilyen film, amit hogyha kapcsolgatom a Film Plus-t, akkor ott leragadok. De vannak ilyenek. De hogy ne lennének. És annak ellenére, csak nem ebből a korból szerintem. És nagyon szeretem Koltait, tegyük hozzá, ennek ellenére ott nem állok meg. Szerintem, ha Sose halunk meg, elismerve a film minőségét, az a tipikus egyszernézős. Megnézed, igen. És az nem az a film, ami újra nézeti magát, nem egy Üvegtigris, vagy nem, legyen akár egy miniszter félrép, amin azért elröhögsz. Nem, igen, az egy igényes film, egy nagyon jó film, vagy akár a Mephisto, amit Csabi szintén írt, ugye Oscar-díjas filmünk, Szabó István rendezésében. Én azt nem láttam. Én sem, mert nem az a téma, ami engem érdekel, de biztos, hogy az sem az, amit
megázt, tehát igen, az sem a körhinta, ugye még amit kaptunk. Igen, a szerangyosi élet, igen. Csabi egyébként nagyon szereti a magyar filmeket, ezt tudom róla, tehát abszolút. Igen, és Udvaros Dorottya és Kern András is, ahogy említettük, nagyon nagyon. Így van, és Udvaros Dorottya most már mint a nemzet színésze, ugye beválasztották maguk közé. Remékekről szeretnél még valamit mondani, hogyha sumázni kell, akkor én nem, akkor én adok a 10-ből 3 pontot. Nekem nem, nekem több. Nekem, figyelj, önmagában, tehát tisztázunk. Nem, magával a remékkel nincsen bajom. Tisztázunk azt, hogy én nem ismertem a Mese autót. Én megnéztem az újat, én nem ismertem. Én a Hippolyt volt az egyedül a négy közül, aminek ismertem az alapját. Elmondom neked, és ezt, aki minket ismer csatornát, akkor ismeritek Petit is. Petivel egyszer képet kaptunk, hogy nekünk klasszikus magyar filmet kell néznünk, de a klasszikust, aminek már a kópiája is el van rohadva, ez a Hippolyt a lakály volt. Tehát mi beraktuk a rendes Kabos Gyula féle Hippolyt lakályt, és végig röhögtük. Imádtuk, szerettük, és jó, mondjuk utána elkezdtük Kabos Gyulát improvizálni, vagy ezért paradizálni, hogy már teszünk meg, tudod, ezek a klasszikus kis kiszólások Kabos Gyula hangján, és akkor ezen szakadtunk egy órán keresztül. Igen, mert szokottam mondani, hogy Kabos Gyulának bármely filmjét megnézed, ugyanígy fogsz. Ez a hangja neki, ez a hangja. Meg egyébként neki az egyénisége, tehát ő az akkori kornak volt egy nagyon nagy nevettetője, és így volt, hogy ezután láttam a remake-ét, és nekem tetszett, ugye szintén Koltai Róbert, Eperjes Károly. A Meseautót azt én úgy láttam, hogy én tudtam, hogy van ilyen, hogy Meseautó, de nem ismertem. Ugye az meg Stoll Andrásnak volt a nagy... Mármint a feldolgozás. A remake-et úgy néztem, meg az Egy szoknyád a drág, vagy a ugye Bajor Imrének a... Bajor Imre is benne volt, az Egy szöknyelet a drágban volt Bajor Imrének a hülye jelenetei, meg a vibrátor, meg a tötötő. Nekem ezek tetszettek, de ezeknek nem ismertem az alapját. Mondom, egyébként a Hippolytot ismertem, így tetszett. Latabár Kálmán is nagyon jó volt, hát nyilván Latabárnak ugye az Állami Áruház, meg a Selejt bosszúja, fú, de szerettem ezeket. Igen. Hát és ők azok az élvonalbeli. Igen, és most kérünk elnézést akkor Balog Lászlótól is, hogyha most azt hitte, hogy itt a 30-as évek filmjeiről fogunk beszélgetni. Hát szóba került egy pár. Szóba került, igen, de egyikünknek sincs annyira rálátása, hogy erről most itt okoskodni. Én nagymamám miatt kellett néznem sokat amúgy. Tehát akkor, mert már úgy, hogy nyilván akkor még egy tévé volt, egy háztartásban, hát két csatorna. Akkor nem nézhettél DC-ket, érted? Akkor még nem az ment. És én hétvégenként minimamáméknál voltam. Péntek estétől vasárnap estig én ott voltam, és ha ez ment a tévébe, nagyanyáméknál ez ment. Minimamánál? És ott csak Minimaxot lehetett nézni? Így Norbi. Norbi be van szíva. Szíva. Nem, tehát rengeteg filmet az ilyen kétszer kettő, néha öt. Hát ezeknek tudtam, hogy kétszer kettő, néha öt. De csak azt mondom, anyám ezeket nézte oda-vissza. Meg a muzsika hangját, de az nem magyar. Szóval nyilván ezek megragadnak az emberbe gyerekkori emléknek. És talán egy picit meg is szerettetik, vagy megutáltatják az emberrel a magyar filmeket. És most meg is fejtettük, hogy miért utálják az emberek a magyar filmeket, mikor bele volt kényszerítve, és minden ember úgy emlékszik a magyar filmekre, hogy a terítő belógott közében, és nem láttad Kabos Gyula homlokát, mert itt volt pont a terítő, hogy az kell. Mert hogy akkor még nem lapos tévék voltak, csak mondanám a fiatalabbaknak, hanem akkor hát egy kis szoba kellett a tévének. Volt külön hová rakni a nippet, és Jávor a horgot tettük. Így van, ők is nagy klasszikus. Igen. No, remake-ről szeretnél még beszélni? Nem. Hát a remake-ből ezen a négyen kívül nagyon nem is tudok mást, amit elkezdték őt csinálni, de az úgy meg is állt valahol. Igen. Voltak terve egyébként, emlékszem, hogy mondták akkoriban, hogy több ilyen terv volt, csak ez a négy nem volt akkor a siker, hogy ezt tovább lőjék annyira. Na és mivel ennek... Akkor most jönnék én egy blokkal, hogyha megengeded, mert na, utána meg átengedem neked a bújtoros blokkot. Hát az említés szinten. Engedjétek meg, én színház közeli ember vagyok, színház kedvelő. Ott laksz mellette, tehát ennyiből csak. Igen, ennyi közön van hozzá, meg egyszer elmentem, mert kaptam egy ingyen jegyet a színházban. Ezt csak azért mondom el, figyelj, bármikor úgy kezdek mondat, hogy a Rivaldán innenben volt a... Hajdú Szabolcs debreceni, illetve erősen debreceni kötődésű. Ezt úgy kell érteni, nem csak így született, hanem tényleg komoly kötődése is vannak a városhoz. Hajdú Szabolcs... Igen? Filmjei... Nem tudom, mit akarsz hozni, én próbálok segíteni, de nem tudom, miben. Tudom ki az, Hajdú Szabi? Igen. Már hát már neki is vannak azért klasszikus címei. Hajdú Szabolcs ugye színész és rendező is. Nekik vannak olyan színpadon már nagyon klasszul összeállt és nagyon sok helyre elvitt előadásaik, amiket tovább gondoltak és filmet csináltak belőle.
Ilyen az Enneláig farkaséknál című film. Azt nem láttam, pedig nagyon ajánlom. Ha nem láttad, nagyon-nagyon ajánlom. Tomi is nagyon szoktam mondani. Annyira egy... Saját lakásukba forgatták, ha jól tudom. Hát most ebben nem menjünk bele, mert egy órán keresztül tudnék arról mesélni, hogy micsoda market. Tehát jó, akkor ennyit elmondok, a saját lakásukba forgatták le, és úgy csinálták a promóját az egésznek, hogy azt mondták, hogy aki tetsz, akinek tetszik, és van akkora nappali a lakása, hogy 15 embert plusz őket, öttüket le tudnak ültetni, akkor elmegyünk hozzátok és nézzük meg együtt. Igen. És az országban egy csomó helyre elmentek, hogy mondják szépen, tehát hogy saját magán lakásba, tök idegenekhez, srácok, gyertek, nézzük meg. De kemény. És ez a nyitottság, ez az emberközeliség, nyilván utána valószínűleg elkezdtek fogyasztani valamilyen alkoholos italokat, tehát hogy utána egy vacsora lett belőle, egy dumálás, kielemezték az utolsó mondatig, tehát egy hihetetlen jó, tehát egy bajom van, hogy nem én találtam ki ezt az ötletet. Tehát így például ez volt a reklámja. Az Enneláig farkaséknál egy olyan film, amit nézzetek meg. Elmondom, hogy miért. Én elkezdtem nézni, és úgy kicsit olyan vontatottnak tűnt is. Egy idő után azt kezdtem el nézni, hogy ez ilyen életszagú. Érted? Tehát, hogy ez lehet, hogy én vagyok. Vagy akár én is lehetnék. És akkor előjönnek a beszélgetések, a szóváltások, amik meg olyanok, mintha a mi lakásunkban lenne, vagy mintha köztem és a feleségem, vagy köztem és anyám és a havágyaim között történnének, annyira nyíltan beszél bármiről és mindenről, hogy azt érzed, hogy ez a való világ. Nem a gangsta féle. És te hozott a csöndben, ez a való világ. Igen. És így ilyen kicsit kényelmetlenül kezdtem ülni, hogy aha, és az ember megvilágosodik, hogy helye van az életben, helye van a bolygón, és bár mindenki egyéniség, de ezt tudod, ez a mindenki más, te sem vagy más elmélet. Gyerekek, szálljatok rá egy órát. Ezt nekem is mindig mondja, tényleg Tomi is, és soha nem foglalkoztam vele, de most már azt mondom, hogy Enneláig. Egyébként Hajdú Szabi megér ennyit, mert a Hajdú Szabosnak van egy olyan egyedi stílusa, nagyon sok, most már tényleg klasszikus is köthető a nevéhez, illetve ő mai napig is aktív még azért, vagy így vagy úgy. Én tudom, a moziban az Offalibudot néztem meg, igen, a filmjei közül, azt Tomival néztük. Azért abban is van egy kemény futó jelenet, ami ilyen vágatlanban ott meg van csinálva. Egyébként tényleg egy nagyon érdekes látásmódja van Szabinak. Igen. Nagyon, nekem nagyon tetszik. Engedjétek meg, ha elfogult vagyok. Ugrálnánk a témákba. Ugri-bugri. Ambrus Attila, a Viszkis. A Viszkis... Ez mennyire nem régi még ráadásul? Egy az, hogy annyira nem régi, de legalább annyira, ugye egy 122 perces 2017-es filmről van szó, viszont igaz történeten alapul. Antal Nimród, igen, ugye Szalai Bence főszereplésével. Ezt is csak ajánlani tudom, hogyha valaki... Jó, magyar akció, egyébként. Tehát vannak benne üldözéses jelenetek, van benne nagyon komoly történetszál. Sőt, bankrablós jelenetek is. Ez a meglepetés és a filmnek, hogy van benne az is. És akkor menjünk is tovább. Nem, de tényleg egyébként az egy jól sikerült film volt. Én úgy ültem neki annak a filmnek, itthon volt egy felesleges két óra, megnézem, mondom, biztos jó. Nem, tök jó. Tök jó a film. Ugye nyilván a Viszkis bankrablónak az élet. Hát kicsit tehát ilyen nem életrajz, ez már nem 90%-ban igaz történetről van szó. Van. És ugyanezen a vonalon szeretnék, és azért emeltem ezt ki, engedjétek meg nekem, a Viszkist, például azért, mert hogy igaz történet, és hogy miből merítünk. Jó? Tehát, hogy mit tudunk feldolgozni. Nagyon sok nagy felmennünk van, nagyon sok mindenkire lehetünk büszkék. Például a Kincsem című filmre, ami bár nem klasszikus, de az volt a legjobb tudomásom szerint az első olyan magyar film, aminek a költségvetése meghaladta az 1 milliárd forintot. A Sorstalanság nem korábban volt? Nem. A Sorstalanság volt 1,2, ha jól tudom. Na jó, akkor most ne hozzá lények. Sőt, a kisfuk 1,4 milliárd forintért egy Commodore 64-es grafikával rendelkező hulladék.
a futnak a folytatása. Az mondjuk, igaz. Az is egy milliárd felett volt, az biztos. De nem tudom, kincsem biztos, hogy régen, nem, az évszámokkal nem tudok most, de azt tudom, hogy vannak ezek a legendás, meg hát most majd a Petőfi film 6 milliárd. Hát na jó, de annyi már Petőfi legalább egy kibor, csak mondom, jó? Most már azért másképp mérjük. A kincsem is Herendi Gábor, ugye? Szeretem, mikor kellemetlen helyzetbe hozol, igen. Herendi Gábor. Nagy Ervin és Patrick Andrea főszereplésével. Igen, nem láttam, megmondom őszintén, nekem ez a lovas vonal, ez nem... No, de hogyha valaki... Ne, annyira nem. Lovas nyilván... Mikor álltok jó film, mert mindenki tényleg úgy említi, hogy egyébként egy nagyon jól sikerült darab. Én erre is azt mondanám, hogy egyszer nézhető, tehát nagyon sokszor film pluszon ment, és is simán tovább megyek. Tehát nem... Nagy Ervint szeretem, de ő is az a típus, aki belefut olyan filmekbe, ami... Jó van, akkor egyszer megnéztük azt. Igen, Nagy Ervin nekem nem olyan szinten nem szimpatikus nekem az Zambó Jimmy filmben sem, viszont egy film van, amiben nekem nagyon tetszett, az meg a Kaméleon. Ha már magyar film... Az nagyon jó, Kaméleon, egy jó kis thriller amúgy. Igen, most nem fog beugrani a neve, igen, a másik főszereplőnek. Volt benne Kulka János is, azt tudom. Igen, nem Kulkát akartam. Tudom, aki a segédje volt, és az nekem se jut eszembe hirtelen, hogy az ki volt. No de, ebbe a felsorolásba, ugye a kincsemet is azért hoztam be, mert igaz történet alapján, ugye a Csoda Kanca állítólag a legismertebb magyar szava. És egy korhű, jelmezes, kosztümös, tehát nagyon igényes. Ide tudtak belenyomni nagyon sok pénzt igazából. Sem is keveset ráadás. Ezt akartam mondani, igen. És akkor a Saul fia. Az se olyan régi. Mármint olyan szinten. A Saul fia nagyon komoly eredményeket ért el nemzetközi szinten, és ugyanolyan, ugye egy zsidó, ugye egy holokauszt filmről van szó. Egy nagyon érdekes dolog van vele kapcsolatban, az a kamerajáték, egy nagyon érdekes kamera beállítás, és erről lett híres. Hát alig volt hány ingerem a végére? Na pontosan. Tehát valaki azt mondta, hogy hű, micsoda érdekes, hogy ez tehát ilyet még nem láttunk, ez a kamera beállítás, ez nagyon új műfaj és korszakalkotó. A másik véglet pedig az volt, hogy hány ingerem volt egész végig. Én megint kilógok a sorból, engem nem zavart, tehát nem lett belőle hány ingerem, de nem is voltam elszállva tőle, hogy Jézusom, de jó, hogy ez így van beállítva ez a kamera. Tehát én úgy voltam vele, hogy az a baj, hogy már sokat gyára mondom, hogy egy egyszer nézhető film. De nekem egyszer se kellett volna, és akkor ezzel mindent elmondtam. Nem, én egyszer megnéztem, és azt mondtam, jó, igen. Én most azért nem szólalok meg, mert nem tudnék PC maradni most ezen a vonalon, se a rendezőt tekintve, aki nem mennyire unszimpatikus, egy borzasztó ember mehetünk, szerintem. Mehetünk is tovább, ugyanis... Elnézést. De hát a téma adta magát mindegy, ebbe sem akarok belemenni, meg a rendezőnek az utána a nyilatkozatai, meg az a nagyképű, helyes nemes Lászlótól az idege elkapott, mikor megláttam a képernyőn is, nem, egyszerűen nem. Viszont a főszereplő az a Géza, nem tudom milyen Géza, az viszont egy nagyon szimpatikus játékot mutatott be. És ő valami hullamosóként dolgozott, tehát ő neki rendes polgári foglalkozása volt, és ő maradt is ebben, talán ki is költözött utána Amerikába. New Yorkban él, de ebben nem menjünk bele. Azért mondom, hogy őról viszont érdekes dolgokat lehet hallani. Igen, de ő pozitívum volt ebben. Na, mindegy. Azért, mert nem tudod a részleteket. Nem tudom a részleteket, nyilván. Igen, igen. Isteni műszak. Yes. Isteni műszak, most fent van, nem tudom, valami. Ez a mentős volt? A mentős, igen. Na ebbe tényleg vannak olyan kis fekete humor, és nagyon sok olyan groteszk humor van benne, ami műfajilag engem így megfogott. Tehát ez is egyszer nézhető, maximum kétszer, de már el tudtam helyezni, be tudtam kategorizálni, tudtam azt, hogy A-ból B-be akar eljutni, és milyen minőségbe jelzem egy erősen közepes minőségbe, tehát teljesen nézhető, és teljesen jó film, és megvan a stílusa. Az mikor ilyen? Ez amúgy ez sem olyan nagyon-nagyon. Az Isteni műszak 2012-ben forgatott, 13-ban bemutatott. 10 éves film. Tehát az se egy nagyon régi. A Tanút most nem akarom fölhozni. Hát az a klasszik. Ami még nagyon megosztó volt, az a Testről és lélekről című film, ami szintén ugyanez a kategória. De az is az régi. Nem régi, az se, csak szerettem volna olyan filmeket, 17-es filmről van szó, ami magyar film, mert nem fogunk foglalkozni
legalábbis nem beszéltünk arról, hogy most megint majd elővesszük azokat a filmeket, amik el is értek valamit nemzetközi szinten, vagy letettek valamit az asztalra. Viszont amiről szerettem volna beszélni, az sem egy nagyon régi film, ez a The Exam, vagyis a Vizsga című film, ez egy 2011-es film, és említetted Kulka Jánost, és... Én láttam egy ilyen című filmet, az olyan, mint a Fűrész, de akkor ez nem az... Tényleg, The Exam, a Vizsga, van egy ilyen film, de az... Bocsánat, de tényleg, itt akkor... mutatja az angol címét is, és kicsit meglepett. Azért lepődtem meg azok, Nem, a Vizsga, tehát a Vizsga, ez a címe, Kulka János, Kulkát Nagy Zsolt... Kulkát nehezen képzelem el ilyen darabolós gyilkos kis... Serer Péter. Hát, hogy imádom. Ez az 50-es évek Magyarország, 56-os forradalom utóéletét mutatja be, és... mindenki mindenkinek az ügynöke, és egy ja, nagyon igen, érdekes... Ez a korszak, amikor mindenki besugó volt. Igen, viszont ez is egy olyan film volt, és mondom sokat gyára, én Kulkát nagyon szeretem, és nagyon szeretem a Nagy Zsoltot is. Nagy Zsoltot én színpadon láttam először játszani, és volt szerencsém utána vele beszélgetni, és egy olyan szimpatikus embert ismertem meg, ami megváltoztatja nyilván azután a színészhez való hozzáállásodat. Nyilván máshogy nézed a műveit, máshogy nézed magát az embert, és persze, hogyha van egy személyes véleményed, kontaktod vele. Igen, és egy végtelenül szerény emberkét ismertem meg, hogy ez mennyire volt megjátszás, azt nem tudom, de utána nekem hát egy színész elvégre. Igen, hoppa, de ez a film is, illetve segíts ki egy picikét, mert nehezen jut eszembe aznak a... annak a minisorozatnak a címe, aminek a második évada kezdődik nem sokára, és magyar minisorozatról van szó, Nagy Zsolt. Nem értem, hogy több infót adsz erről, mert így, hogy most lesz egy minisorozat, a másik, aminek már van egy első évada, ez még így elég tág. Igen? Magyar sorozatról van szó? Nagyon nagy köszönöm, a Zsoltból nem gondoltam volna, hogy ez esetleg így lesz, igen, mert valamit mondjál már. Jó, oké, hát ebben nem fogunk így belemenni. Egy témakört, vagy valami, és akkor tudni fogom. Nem fogok rájönni, egy minisorozatról van szó, ami nagyon felkeltette az érdeklődésemet, olyannyira, hogy nem jut eszembe a címe. Ilyenkor kérek egy kis segítséget, amíg ezt megtalálom, addig beszélj a... Kedves hölgyem és olyan, az elmúlt fél órában nagyon sok klasszikus filmcímet, és most egy picit talán mai filmcímet is, amik lehet valamikor klasszikusok lesznek, de még mindig tudunk klasszikusokat, ugye beszéltük, hogy egy picit jobban belemegyünk három mondat erejéig, és nem sokkal többig, ugye Bújtor Istvánnak a... Ugye akartunk is róla egy külön adást csinálni, csak aztán azt ugye elvetettük, és Csabi is írja nekünk egyébként a Bújtor sztorikat, hogy ő, amit tudni kell, hogy ő Bud Spencerrel találkozott, mint... ugye ő vízilabdázóként működött, Káló Perel Zoli, és valamilyen apropónál fogva ők találkoztak, és akkor vetette fel, hogy amúgy tök olyan alkot vagy, mint én, miért nem csináltuk ti is Magyarországon egy ilyen Pierrone-szerű... De szerinted ez igaz volt? Szerintem igen. Ő az akkori filmjének a szinkronhangjaként találkozott vele, és most nem azt mondom, hogy mindent alányomott, hanem csak azt, hogy csak említés szintjén, hogy amúgy meg tök olyan alkot vagy, mint én, miért nem próbáltok meg ti is csinálni magyarokkal egy ilyen. És ugye annyi volt a tuti recept, hogy legyen egy hülye benne, ugye akit Kern András nagyon kardos doktorként ugye nagyon jól meg is jelenített, meg mindig legyen egy gyerek. Mert ugye a Pierrone filmekben is mindig van mellette egy gyerek. Ugye a Pierrone film is négy volt talán egyébként, ugye a sima Pierrone, a zsaru, Egyiptom, Afrika, meg Hongkong. Ez volt a téma, amit mondtam, hogy ne kérdezz tőlem, mert hogy... Nem, de mert nyilván, de Pierrone Egyiptom, Pierrone Hongkongban volt ilyen, vagy az Jackie Chan volt, mindegy. Na nem az a lényeg, de ott is négy film volt, és igen, a Bújtor négyes, ugye most nem időrendi sorrendben, de volt a Pogány Madonna, a Hamis a Baba, csak semmi pánik, és az Elvarázsolt dollár. Nekem az Elvarázsolt dollár maradt meg nagyon, mert emlékszem, hogy azt apukámik elvittek moziba. És én azt kisgyerekként ott nézhettem meg, és annyira benne van, amikor megjegyeztem előtt számot. Igen, betű, szám, kötőjel, szám, és úgy hívták vele a kisfiú, hogy Cipollino, de lehet, hogy kislány volt, nem menjünk bele, ez manapság már tök mindegy. És emlékszem, hogy ilyen mindig volt vitorlázás benne, ugye az meg a Pierrone filmekben is, itt léghajózás is volt egy kicsit úgy magyarosítva ezt a dolgot. És emlékszem a nagy jelenetre, amikor a karate is bevett, és beleugrott a szekrénybe, és úgy ejtették csapdába, és közben a fürdőkádba fürdöttek, meg a BM, a bögyös maca, tehát ezek annyira olyan jelenetek, tudod, ez a, meg a, amikor Kern Andrást elkapják, és jön a nagy
német csávó, hogy megveri, ja, ne, mi vettük ki az első téglát, a Ferrari nagyfalba, köszönjük. Meg a klasszikus, mikor Kern Andrások fuldoklik, és akkor ledobnak egy üveg unikumot, ugye akkor ez kis ilyen termékelhelyezés volt egyébként a filmben. Tehát tudok egy csomó jelentet, ami itt van mai napig, fel tudom idézni, és na, ettől klasszikus a klasszikus, amit beszéltünk, hogy ezeket ne, pedig esküszöm neked, itt rohadjak, mert 15-20 éve nem láttam egyiket se ezek közül, de mégis itt van, mégis tudom, hogy mi az, mégis előttem van. Most ez, amikor valaki megtanulta a himnusznak az összes verszakát általánosban, és még lehet, hogy 40 évesen is végig tudja mondani, ez valahol ott megül, és kész, és ez ott marad. Nem kell, hogy lásd hozzá 20 évig. Nem kell, hogy matekot tanulj 20 éven keresztül, hogy mondjuk a Pitagórasz tételre emlékezz. Na, a ötvös csöpi filmek itt vannak, szerintem. Na, ez a klasszikus. Talán egyik film sincs ezen a státuszban, amiket felsoroltunk, mint ezek. Egy-két kivétellel. Nem biztos, hogy ezt a hangot akartad. Jaj, nem, bocsánat. Ja. Na? Norbi ismerkedik a vezérlőpulttal. És tényleg, én azt mondom, hogy az ötvös csöpi filmek azok elviszik ezt a dolgot. Nyilván sok klasszikus filmünk van, de annyira itt játszódik előttem, és látom Cipollinónak az arcát, a gyereknek az arcát, hogy mosolygott, hogy milyen huncutól röhögött meg, hogy Bújtor is mennyire beletette magát. Igaz, hogy ott is próbálkoztak feltámasztani ezt a dolgot, ugye a Zsaruvér és Csigavér, utána ugye szegény Bújtor István meghalt, már nem tudtak vele tovább forgatni. De igen, nekem az egyik nagy klasszikus Magyarországon az. És Kern András is zseni volt benne. Kardos doktor az a... Kicsit, ugye ennek volt a Tesco-s változata a Linda, mint sorozat, tudod, az is ez a tipikus egyesetlen, egy kemény csaj, és mindig volt egy megoldandó ügy, de... És ráadásul tök jó meg voltak írva az ötvös csöpi filmek, mert egyébként mindig egy ilyen izgalmas kis nyomozás volt mögöttük. Igen. Tehát nem egy ilyen elnagyolt, ilyen elgagyizott valami volt, hanem egy... Szerintem, hogyha nekem azt mondják, hogy azok nem is magyar színészek, én tökre elhiszem, hogy az egy nemzetközi gyártású krimi, vagy bűnügyi film, ahogy akkoriban hívtuk. Hát most ebben azért annyira nem menjünk bele, mert ha mondjuk a régi krimikről beszélünk, tehát vegyük csak a Kalambót, mint híres magyar sorozatot, tehát azért ott is megvolt a történetszál. Ha megnézed, tényleg az az érzése az embernek, hogy ahogy telik az idő, egyre butábbak az emberek. Lásd, egyre egyszerűbb kell legyen a szál, nehogy legyen benne valami olyan dolog, hogy gondolkodni kell, vagy tehát az a jó, hogyha már a több mint a felénél kitalálod, hogy ki volt a gyilkos, és hogy... Amikor a Kalambó az pont úgy épült fel, hogy ott általában mindig tudtuk, nem? Oké, okay, de mindig volt benne egy olyan csavara, a tökéletes gyilkosságnál, vagy a tökéletes bünténnél is az volt, hogy mégis egy picikét meglepődtél a végén, hogy más, mind bukik el, és hogy... Igen, ott ez arról szólt, hogy nyomozza ki a Kalambó, hogy honnan jön rá, mik azok a dolgok. Tehát igen, tudod, hogy ki a gyilkos, csak hogy igen, van mert, ilyen sorozat. Igen, csak nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy hanem kicsit komolyabban össze voltak rakva a szálak. Tehát ugyanúgy, ahogy az említett Bújtor filmeknél is megvolt a történet, és akkor még bele lehetett rakni a BM-et, bele lehetett rakni a nyugati autót. Hát az, hogy ott nyilván a legtöbben jártak a Balatonon, tehát láttunk már vitorlást, de azért 10-ből 8 ember nem vitorlázott. Igen. Tehát a németek, meg az NDK, meg nem tudom micsoda. Tehát, hogy a teljesen másról szólt. Az, hogy kis repülővel Bújtorékot repkedtek, vagy hogy, ahogy említettem, nyugati autókkal száguldoztak, ez nekünk... A Kardos és Szeged énekelt, tényleg az is mekkora volt. Megyek az úton lefelé, csak azt mondom, hogy gyere be, így, gyere be, te szerencsétlen. Hát, Kern András, ha úgy is egy zseni, szerintem ő is egy akkora karakter, de más színészekre is átérünk, klasszikus színészekre, tehát Kern András Bújtor mellett, meg Bújtortól függetlenül is egyébként szerintem egy hatalmas karakter, most nagyon népszerű ezzel a parkolási botrányával szegény, de ebben ne is menjünk bele, úgy gondolom. Ez már a vasárnapi adás. Ez már egy vasárnapi adás, annyi, igen. Annyit nem ért, tehát sajnos az öregedéssel nagyon sok minden rossz is előjön. Engedjetek meg egy visszacsatolást az iméntire, Nagy Zsoltnak a Mellékhatás című sorozatát ajánlom figyelmetekbe. Ha minisorozatról van szó, akkor ebben nézzetek bele. Nem ismerem, nem tudok hozzászólni, megmondom. Nézzél meg egy részt is akkor után. De hát igaz, hogy már 21. résznél tart, ugye két évad lement belőle, de nézhető nagyon, és jó.
Ja, vannak egyébként ilyen kis kincsek, amiket úgy utólag talál meg az ember. Ugye a mai filmek közül is, a Netflixen is, amik vannak meg mostanában, amik voltak, hogy mondtam, nekem Az unoka nagyon tetszett például, az is egy nagyon jó film volt. Vagy ami nagyon tetszett, a Kilakoltatás, most nem klasszikusok, hanem nyilván ezek ilyen mostaniak. Tehát így nem is biztos, hogy hallasz róla, de megnézed, és tök kellemes élmény egyébként. Mm. Tehát nem igaz, hogy nincsenek jó magyar filmek, nagyon-nagyon-nagyon sok jó magyar film van. És ez most nem úgy, hogy nekem jó, meg Norbinak jó, hanem ténylegesen elmondhatóan jó filmek vannak. Nem kell idegenkedni a magyar filmektől szerintem. Sumázunk most éppen? Hát nem, csak nekem ez, már még majd egy pár címet azért még oda dobunk, de már mondjuk másfél óránál járunk lassan, tehát... Nem is azért mondtam, hogy akkor most kezdjünk bele a fő sodorba. Csak... Nem, csak az, hogy tudod, az emberek ennyire tényleg kijelentik, hogy ugye a Legény Búcsú kapcsán is megkaptuk egy csomószor, hogy magyar film, nem nézem, de csak miattatok megnézem, meg csak miattad, de amúgy magyar film, és úgy jön ki a moziból, hogy most akár Legény Búcsú Extra, akár egy csomó más film, hogy ez tényleg tetszett, ez tényleg jó volt. Igen. Nem is tudom, melyik film volt az, amit Peték rá, valahogy rávettem, hogy nézzék meg, és valami nagyon nem régi magyar film, vagy akár csak Gábornak az első film, Mentés másképp. Ugye, amikor a Legény Búcsú Extrát forgattuk, azért egy pár embernek mondtam, hogy nézzétek már meg a Mentés másképet, hogy nagyjából legyetek tisztában a stílussal, és felhívtak, hogy amúgy ez egy tök jó film. Igen. És nem is egy élvonalbeli magyar filmről beszélgetünk, hanem egy úgymond kisköltségvetésű filmről, és mégis kellemes élménnyel tudnak távozni az emberek a tévé elől, vagy a moziteremből. Szóval vannak jó filmek, adjunk esélyt a magyar filmeknek, én azt gondolom. Még tényleg egy pár címet így be akartam dobni, hogy nekem a Zimmer Feri volt még nagy kedvencem. Az egyedi rendezés, az a slow motion-ös, begyorsítós, idegesítő amúgy, igen, de valahol mégis bohóká. Ugye a Csini Baba is ugyanígy volt rendezve. Álljunk már meg egy szóra, igen? Akkor, hogyha már Csini Babát említed. Csini Baba? Igen, pontosan ez. Hogy volt egy olyan időszak, tehát inkább a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, amikor több olyan film készült, amiben, és valahogy nekem ilyenkor mindig Lovasinak a zenéje jut eszembe, tehát Lovasiék olyan zenéket nyomtak alá, annyira lételeme volt a filmnek a zene, amit se azután, se azelőtt én nem emlékszem, hogy az ennyire benne lett volna. Hát jó, a Csini Baba az amúgy is egy ilyen musical film volt, tehát abban nagyon sok filmbetét volt, ugye komplet album jelent meg belőle. Hát az egy dolog, igen, de hogy voltak ilyen filmek, amiknél tényleg akárcsak az a Magyar Vándort említetted, a igaz, hogy ez nem... Adam. Igen, de a Roy és Ádámnak a betét dala, ami nem is betét dal. Tehát hát az mindegy, már a kitét. Igen. A kitét dal. A kitérő dal. A vége volt, igen. A vége dal. Tehát az is így megmarad, és azzal kapcsolatban jut eszedbe. Tudsz kötni zenéket filmekhez egyébként. Persze, hát persze. A Lovaségtől ugye a kicsit szomorkás hangulatom, ugye az is klasszikus film zeneként vonult be ilyen szinten. De mondom nekem, ez a Csini Baba, meg mondom, ez a Zimmer Ferinek ez a fényképezése, ez valahol idegesítő is, de valahol meg tetszett is nekem. Mm. A Zimmer Feri 2 az nincs. Tehát maradjunk annyi, hogy az ne, egy borzasztó. Nem. Az egy borzasztó ez megint, igen. De az első rész az szerintem zseniá, hogy Galla Miklós is ott pimpa, de értelmetlen, baromság, katyfasz, tehát pingpongoznak a tojással. Nincs értelme. A Gallától azért ez annyira nem meglepő. Jó, mondjuk pont Gallától ez ilyen mindennapos, de egyébként meg egy tök jó film, amúgy a Zimmer Feri egy, ahogy Revicki Gábor a kispolgár, aki próbál pénzt lehúzni a turistákból, minél kisebb költségből, minél nagyobb pénzeket behúzni, és ugye nyit egy ilyen kis vendéglátó egységet, de hogy földből főzi a kávét, meg zöld a kolbász, sőt a kolbász kimászik a izéből, annyira meg van romolva. Tehát egy szatíra, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a műfajt, de én nagyon szerettem. A másik rész meg ugye Szellemkastélyt vesznek, és akkor... De ott hát az nagyon látszódik, mű. Hogy az, igen. De nekem az is tetszett, a Csini Baba is, akkor ugye azt is azért mondtam, mert az is nekem nagyon tetszett például ezek közül. Nem írtuk fel, és nem beszéltünk róla. Egy mondat erejéig engedjétek meg, egy 89-es, és meg is lepődök, hogy ennyire régi. Yeah. Megvan? Béláim, hogy ne lenne? Béláim, ezt túltoltuk, ugyanúgy, mint a mai műsort. Eperjes Károly, Garas Dezső, Pogány Judit, Kálai Ferenc. Szintén egy film, ami nem szól semmiről amúgy. Egy film, ami nem szól semmiről, és rólunk szól. Igen, tehát igen, a igen. A kis magyar, aki szeretne kitűnni, és közben meg a vidéki élet megint előjön, a Legény Anya. Ez is egy olyan film, amit rengetegen idéznek, rengetegen, rengeteg mém születik belőle. Nem tudnám besorolni. Nem. Tehát nyilván közelebb áll a groteszkhez, mint irreális a hülye emberek, irreális a hülye helyzetekben. Igen. Valami igen. Ilyesmi.
Nagy magyar valóság. De a kocsma arrébb tolós jelenet azért az majd, meg a zsákba viszik a fényt, meg ilyen hülyes. Betegek. Tényleg betegek, de kurva jó a film. Annyira klasszikus, annyira jó. Nagyon tetszett tényleg, és ha már Eperjes Károly egyébként a 6-3, Jászlóira Totti. Igen, csak nem akartam ebbe is belemenni, mert sok olyan van, ugye megint miből merítünk. Tehát, hogy volt egy olyan foci meccsünk, bár ebben a műsorban, ezekben a műsorban nem beszélünk fociról, amit nem így kellett volna megőrizni. Egy tök jó ideutazós filmet csináltak belőle. Nekem tetszett maga az ötlet is, fura volt, hogy magyar filmtől kapok ilyet, hogy idő. Én időutazás mániás vagyok rohadtul, tehát én nagyon szeretem. És tökre kellemes volt, hogy milyen szatírát tudtak abból is összerántani. Jó, nyilván most, hogy a mesnek ez milyen emléket állít, vagy nem állít, az most egy másik kérdés, de amúgy szerintem egy tök jól sikerült film. Kicsit a rendszert is pofozgatva ott azért, hogyha úgy emlékszel rá. Ha láttad egyáltalán. Láttam a filmet, nem azért hallgatok, mert nekem nem jó emlékeim vannak. Aha. Tehát pont az, hogy olyan rendszer nyalós. De minden kicsit irányba. Kicsit túl van tolva benne a politika. Igen, ez az egyik dolog, a másik meg ugye Eperjes, tehát nem nagyon sok minden van benne, ami jó, nem mindegy, tetszik. Persze, egyéni. Nem, és főleg azért, mert engem érdekel, és tetszene is a téma, szerintem nem jól nyúltak hozzá. Mm. Ha az alapötlete az időutazás, és meg a, nem tudom, az még valahol megvolt. Dóri írja, hogy imádja a legény anyát, szerintem a végét elrontották. Annyira nincs már előttem. Nekem se, na látod, és megint ez a bajom. Megint itt van a bajom, hogy egy csomó mindent tudnék belőle idézni, rengeteg jelenet előttem van kockáról kockára, igen, és ahogy beszéltünk, de hogy mi a bánatról szól, ezt azt tudom, hogy megszületik, ugye jó, mindenki József, ugye? Azt hiszem, Béla. Nem. Vagy ott, tehát mindenki Béla, és ő lesz József. Erre már nem emlékszem ennyire, de azt tudom, hogy van benne egy ilyen görbetű. Tehát ez kicsit olyan, mint a Székelynek megszületik a gyerek, és akkor mondják, hogy na, és fiú vagy lány? Nem az. És fiat született? Nem. Hát akkor. Mi az, hogy nem Béla? Van nekem még a listán egy film, amit semmiképpen nem szerettem volna kiadni, az pedig az Argo, ami ugye Árpa Attilának a akció vígjátéka. Abból is nekem szintén a második rész az, ami nekem nagyon leült. Ha akartok röhögni egy jót, azóta már ugye van sajnos olyan színész benne, aki már azóta nem él, viszont sőt nem is érte meg a premiért, ugye Bicskei Lukács sajnos már akkor betegen játszott el a másik részben pszichó karakterét, akit szerintem megmutató képen már is tudja mindenki, hogy kiről van szó. Na szintén az Argóban is vannak azok a klasszikus beszólások, jelenetek, de mondom, nekem főleg a második rész az, ami viszi a primet, de egyébként tök szórakoztató. Az első, tényleg a magyar színészgárda színe java, krémje, tényleg Mucsiéktól kezdve, mit lehet pont, hogy nincs benne, de nem egyébként, de tényleg olyan színész arcok, meg olyan eszméletlen jó jelenetek, tehát azt de megegyeztünk, azt azért hallgatok ennyire, mert hát megegyeztünk, hogy ebbe én azért nem szeretnék beleszólni, őszinte leszek, én kétszer elkezdtem nézni azt a filmet, és valami annyira kell egy, adta... Kell egy befogadás hozzá, azt én. Tehát... Szóval nem vagyok befogadó. Nem. Nem, tehát kell hozzá egy, rá kell hangolódni arra a stílusra. Nem, tehát nem, nekem vannak ilyen filmek, elnézést, csak eldöntöttem, hogy ahhoz nem is fogok hozzászólni. Itt, amit még földobott nekem, itt a böngésző. Böngésző. Liza a Róka Tündér. Jaj, de jó volt. És ugye? Tehát ez is egy az olyan... egy művész, kicsit művész. Kicsit művész cucc, film, de... egy nagyon komoly volt igényes. Alap sztorival, nagyon belenyúltak, de... Nem a Vukhoz van köze, csak mondom, nem a Vuknak a... Meg nem is Fokkartihoz. Nem a Róka Tündér az ez nem. Ez tök érdekes, ilyen alter film úgy. És teljesen, ott is nagyon jó poénok vannak benne, teljesen érthetetlen dolgok, hogy most mi van. Magyarok szeretnek ebbe blillírozni, hát most csak a Kapha Pepe filmeket figyelembe, ha már akartok klasszikusokat, ugye Anyára szúnyogok. Igen, a Fekete Város. Lámpást adott az úr a kezembe Pesten, vagy nem tudom mi, az Arab Szürkénél valami. Azért, hogy a Mucsi Schérer páros. Igen. Na hát az, amikor nem szól egy film semmiről, de tényleg nem szól, viszont egyenként megvan a fütyülős jelenet, egyenként megvan, amikor a sörös üvegeket rúgdossák a kukánál. Na, ha akartok, tehát ez a nagy mester. Igen. Ebben a műfajban, ami semmiről nem szól, de jó, mégis végül. A Fekete Város megvan? Az nincs. De az egy, a Fekete Város a villanyszerelők.
Abba volt a villanyszerelős rész? A villanyszerelős rész, igen. Azt csak magát azt a részt ismerem, de azt nem tudtam, melyik filmben van. Na hát az is egy ugye 12 percen keresztül, hogy lehet a legcifrában magyarul Roland. Roland, van kört, akarsz körszakállat, Roland. Nagyon ki nem ismeri? Ki? Hát Mucsi az... De majd napig olyan reklámokat forgattak meg a csávóval beszalsz, tehát én imádom, mert nagyon sok cég kéri fel, ilyen targoncás cégnek forgatott most reklámot, akkor ennek a van egy ilyen lélekbalzsam, ez egy ilyen bor, és ott is az a pincérekkel veszekszik meg minden, de imádom, nagyon szeretem. És érjelpeték, mert most forgatnak Patrick Duffy-val a filmet, azt olvastad? Igen. Egy gombfoci csapatról. Igen, ez is érdekes. És Patrick Duffy-t, hogy? De gombfoci, és Patrick Duffy lesz a véletlen, névtelen mentoruk, aki nem direkt, de véletlen adnék egy csomó lóvét. Na, csak ezt megint úgy mondtad, ha valaki nem tudná ki, az a Patrick Duffy. Bobby! Ha valaki nem tudná ki, az a Bobby. Ha valaki nem tudná, mi az a Dallas. Akkor az most ne figyelj. Nem, hát nyilván azt mindenki tudja, mi az a Dallas. Az egy város. Az egy város. Ennyi. Igen. És tök érdekes. Én most nézegettem róla a képkockákat, riportokat, tök érdekes lesz az is. Patrick Duffy? Vagy ki? Hát ugye eleve a film. Nem, Patrick Duffy a... Ő a Bob. De azt tudom, nem csak mi az a Duffy a... ilyen vampír kölyök. Mi volt valami az ilyen? Buffy volt. Hát egy hülyeség. Buffy a vampír. Patrick Buffy. Amit még feldobott nekem, és ajánlok figyelmetekbe, és tényleg befejezem, az a Fehér Isten. Láttad a Fehér Isten? Az nem a tornászos. Az a Fehér Kéz. Az Fehér Kéz, és az, kéz, igen, és az igaz történet alapján. Fehér Isten az az ember, ugye a Fehér Isten, és a kutyákról szól, képzeld el. Ajánlom figyelmetbe. Ja, hogy a kutyák szemébe az ember, mint Fehér Isten, igen, amíg igen. Ez nem annyira PC cím, csak mondom. Nekem is össze kellett ezt rakni egy kicsikét. Most már azért a BLM mozgalom, igen, csak belekötne ebbe. Jó, ez 2014-es, akkor még nem volt ilyen. Majd átnevezik. És Mundrucó kornél... Ezt nem is hallottam erre. Pedig kutyás. De most azt mondanám, hogy egyszer nézhető, akkor hazudnék. Ugyanaz, vannak benne nagyon gyenge szerepek, viszont maga a film az nekem úgy nagyon tetszett. Tehát, hogy hogyan kezeljük a kutyákat, és ugye persze Budapesten játszódik az egész. Tehát, hogy ez egy rendes film, vagy egy ilyen? Nem, egy rendes film. Rendes sztorival rendelkező. Ez egy rendes film. Az egyik, a másik pedig, amit még mondani akartam, az az Örök Tél. Ez egy 2017-es. Azt se vágom. És Csányi Sándor karakter azért erősen jelen van, bár nem ő a... Most például a felsorolásban a kiemelt szereplők az ötödikhez van beírva, de Csányi Sándor viszi a hátán az egészet. Második világháború végén játszódik. Most így megint csak jelenetek vannak meg belőle előttem, de azt tudom, hogy nagyon komoly hatással volt rám. Tehát az a napokig a hidegbe és az elnyomás, és hogy amikor tényleg már ott, jó, még nem voltam itt, de amikor már tényleg ott vagy, hogy akkor a leggyengébbet megesszük holnap, mert már nincsen tovább. Tehát, hogy... Hannibal Rising. És át tudták adni ezt a hangulatot. És nem, ez nem, is nem, egy nem, magyar film. Ismertem. Na, az Örök Tél, az tényleg az a típus, hogyha mondjuk Netflixen van, és tudod nézni angolul, akkor soha nem fogsz rájönni, hogy ez egy magyar film. Érdekes. Tehát, hogy ilyen szempontból szerettem volna kiemelni egy picikét, és itt le is vinni a hangsúlyt, mert túl is túltok az időt. Én már zárójelben még hadd kérdezem, csak Csányi Sándor, a gyerekek, úristen, kukacmeny.hu. Az egy vizsgafilm volt, vagy nem tudom mi, elérhető YouTube-on. Stefanovics Angéla, tényleg nagyon fiatalként még, Csányi Sándor is, olyan színészek, és beszarszom, hogy egy 30 perces, körülbelül ugye, nem tudom, te ismered? Nem, hallottam róla, és láttam belőle jelenetet, ugyanaz van. Nagyon rossz minőség, nagyon VHS, de egyébként nézzétek meg, és tényleg zárójelben, hogy a magyar filmszakmának a legalja klasszikusairól is foglalkozunk, a klasszikus Sas Tamás filmek, amik mai napig a leghíresebb termékelhelyezéssel kecsegtetnek minket, SOS szerelem. Igen. Amikor a Helles Dobor, amikor a Hell még akkor, hogy be Magyarországra, és csak annyit látsz, járom, hogy Helles Dobor, és még rázummal a kamera, és még ott van 5 másodpercig. Igen, tehát, és megáll a lottózó előtt. Igen, ezek csak érdemes tényleg csak ennyire megemlíteni, hogy vannak ilyenek is. Hát igen, ő legendás. Tehát ilyeneket például én
mit tudom én, amerikai filmekben nem láttam még. Tehát ilyen durva. Ennyire direktben nem. Jó, a telefonnak a márkáját pont nagyon látod, de az, hogy rázoomoljak, hogy na ez. Viszont láttam egy tök érdekes, nem tudom, hogy most a Meki, hogy hívják, valami évfordulója van, vagy nem tudom mi lehet. Képzeljétek el, egy ilyen 15 vagy nem tudom, 20 másodperc az egész, és körülbelül ugyanennyi filmből jelenet, ami Meki bejátszódik. Tehát például biztos megvan az ötödik elem, amikor megáll a Meki. Na van ilyen, és akkor vagy nyilván elmondják a Pulp Fiction-be, hogy... ott is a Mekis téma. Ott is a Mekis téma. És akkor ezek így össze vannak vágva egy 20 másodperc, és tök jó. Tehát nem tudom, ezeket nagyon szeretem, az ilyen összevágott dolgokat, ami tehát tényleg elhangzottak. Nem erőltetik rá, nincsen semmilyen. Bocsánat, így a fejembe jövök. Hát jó, maga a termékehez is ezt egy külön adást érdemelne, hogy igen, milyen filmekben hogy oldják, meg hát még annó Dancsó is olyan kigyűjtöttek, hogy Coca-Cola a filmekben, McDonald's a filmekben, és rengeteg dohányzás a filmekben. Dohányzás, az megint egy külön. Na hát nézzük, akkor nézzük meg azért, mert írom. Csabi aktívan nyomta nekünk itt a címeket, hogy a Stracciatella például, Legényanya, ugye az Dóri írta, hogy a vége szerintem nem olyan jó, de biztos igaza van, de tényleg nem emlékszem már. Toxikóma, ugye arról volt szó, Csabikám, ugye az annyira még azért nem klasszikus, de mindenképpen szóba ejtettük. Illetve szóba ejtettünk nagyon sok nem klasszikus is, de szerintem egy kicsit körbe jártuk, itt tök jó volt, hogy körbe mentünk a magyar filmeknél. Stracciatella után ugye Kern Andrást említettük, Koltairól is beszéltünk. Gálvölgyi Jánost én szeretem, de őszinte leszek, amióta... Hát ő a Csíbaba miatt merült fel most itt. Igen, de őt, mint színész, én úgy kevésbé szeretem. Ő, mint komikus, nagyon-nagyon... Igen, ő, Gálvölgyi Show, nekünk úgy maradt meg szerintem. Igen. Én nem láttam színpadon, pedig vannak komoly szerepei, de sosem láttam. Én láttam színpadon, és ugye itt beszéltünk, igen, mi volt itt Pesten? A Legény Anyát, csak... A Dóri írta, hogy a végét elrontották, erről mondtuk azt, hogy egyikünk sem emlékszik a végére. Ott látom, hogy itt volt Pesten, az nem tudom, hogy micsoda. Amikor Bobit beszéltük, hogy most arra reagáltsam, hogy itt volt Pesten, itt forgattak, így van, így van. Igen, és a Toxikómát beszéltük, meg komoly film is, kemény. Jó. Hölgyek, urak! 12. klasszikusok újra nézve adásunkat láthattátok, hallhattátok. Az adás most ez az élő törlése kerül, de hamarosan visszatöltöm ide a csatornára, és akkor bárkinek elérhető természetesen a podcast csatornákon is tudjátok hallgatni, Apple Podcast, Spotify, stb. Vasárnap érkezünk 19:30-kor, most már beállandósodott hírek szadásunkkal, de természetesen próbálunk majd azért a podcast csatornába is tenni adásokat. Most annyi módosítás, hogy megígértem, hogy 2 hét múlva 100. adás, most azt kell mondanom sajnos, hogy hazudtam, mert nem. Ugyanis visszaszámoztam a podcasteket, kivettem a hírekszadásokat, így a 89. podcastnél járunk, és a 10. hírekszadás jön. Kettészettem teljesen, mert nem akartam, hogy vegyüljön ez a 2 adássorozat. Tehát még messze vagyunk a 100. adásról, de természetesen töretlenül jövünk. Norbival majd egyeztetünk a további részekről, a klasszikusok újra nézve tekintetében. Igazából ennyi, amit tudni kell. Norbit keressétek az Alföld TV YouTube csatornáján, a Rivaldán innen lejátszási listában, illetve Facebookon, mint Borostyán produkciót is megosztod ezeket a témákat. És ha már Facebook, akkor a Sunniverzum közösségi csoportot se felejtsétek el bejelölni, illetve ide a csatornára feliratkozni, vagy feliratkoztatni a haverokat. És köszönöm szépen annak, mostanában azért kaptunk egy pár feliratkozót, ugye a Gólyatábornak, meg ennek annak köszönhetően. Nektek külön nagyon szépen köszönöm. Mindenkinek kívánunk nagyon szép további hetet, szép napokat. Nézzetek magyar filmet. Nézzetek, megérdemlik a magyar filmet, megérdemlik. Igen, és elnézést az önreklámért, tényleg a Rivaldába is, hogyha azt a filmeket szeretitek, vannak filmes, mondom, akár a Kálói Molnár Péter, vagy akár Szánival, amit beszélgettünk, a Rózsa Gabival, vagy a Varga Ádámmal, de tényleg most már elég sok olyan magyar színésszel beszélgettem, akik nem miattam, akik megérdemlik, hogy egy picikét kövessétek, megismerjétek egy picikét jobban őket, mint emberek, mert nagyon értékesek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Csináljátok. Mindig. Nézzetek magyar filmeket. Köszönjük szépen. Jó. És Norbi, neked is köszönöm, hogy itt voltál. Köszönjük a Filmplusznak a támogatást. Tényleg ahányszor elhangzott, szerintem most megduplázódik a nézettség, vagy Filmplusz irodában nézek. Mi van itt? De ezt lehet már csinálni Filmplusz, amúgy szerintem az már megszűn. Nem biztos, nem tudom. Köszönjük ugyanígy a McDonald'snak a támogatást, illetve Csányi úrnak is a támogatást. Köszönjük szépen, sziasztok! Vasárnap 19:30-kor találkozunk, ciao. Ciao.